Jó. Köszöntelek titeket ezen a mostani beszélgetésen, Bojki Lászlót, zenészt és lelkigondozót, és dr. Sitku Tibort, a Pünkösdi Teológia Főiskola docensét, és hát pünkösdi teológust. Egy olyan témáról beszélünk, ami nagyon aktuális, és szerintem, ez csak az én értékítéletem aktualitása ellenére nagyon keveset foglalkoznak vele, mert nagyon érzékeny és igazából kínos téma. Én föl is olvasnám azt a kérdést, amit elküldtem nektek az első kérdés, mert abban egy ilyen összefoglalása benne van szerintem a témának, de ki is egészíthetitek. Ugye azt írtam, hogy az utóbbi egy-két évtizedben, lehet, hogy korábban is, csak akkor még nem jutottak, vagy nem jöttek felszíre ennyire nagy számban, az evangéliumi világot ugye megrázták különféle botrányok. Itt általában vagy a vezetéssel kapcsolatos, a vezetés módjával kapcsolatos dolgok voltak ezek, vagy szexuális jellegű kilengések, botrányok, ugye, abúzusok, ismerjük a történeteket, házasságtörésekről szóló hírek, és sokszor prominens, nagy tekintélyű vezetőkkel történtek ezek. Ugye a kérdés az, hogy mire vezethetők ezek vissza, vajon mindig is jelen voltak ezek a keresztény közösségben, csak el lettek sikálva, a szőnyeg alá lettek seperve, vagy kevésbé lehetett hallani róluk, vagy tényleg sűrűbbé válnak ezek az esetek, mondjuk azért, mert a szekuláris kultúra egyre inkább benyomul az egyházba, vagy egyre nagyobb hatással van rá. Ti hogy gondoljátok? Ki kezdi? Hát akkor kezdte, Laci. Jó. Én azt gondolom, hogy ez mindig volt. És sőt, még a Biblia időkben is. Tehát, hogyha belegondolunk, azért a férfiak játékszere, és most nagy vonulatokban legtöbbször ez férfiakról szólt, ez a történet. Bár voltak visszaélések női vezetők közt is. De ez a három játékszer szerintem a szex, a pénz és a hatalom. Ez egyszerűen mindig is a legnagyobb kihívások közé tartozott. Tehát a zsidó 11-ben is lehet a hithősök panteonjában is szemezgetni, akár Dávid, akár Sámson, akik szexuális kísértésekben buktak el csúnyán, vagy Gedeon, akit a pénz, a hatalom vitt teljesen félre, gyakorlatilag bálványimádásba. De azt gondolom, hogy ez mindig is így volt, de ami az igazi probléma, az az, hogy bár ott van, tehát Isten emberei is megkísérthetőek, de az a különbség, hogy Gedeonról, Dávidról, Sámsonról tudunk. Tehát nyilvánvalóvá vált az, hogy mit tettek, és nyilvánvalóvá vált mindenki előtt, hogy ez a helyzet. Itt amiről most beszélgetünk, az a dolog elfedése, a dolog letakarása, tulajdonképpen hazugsággal való lefedése. És itt van mindig a nagy botrány. Tehát Dávidnál is, ugye, amíg nem jött Nátán, ő azért próbálta ezt elfedni, és akkor még belemondták a szemébe, hogy hát figyelj, ez van, akkor bűnbánatra jutott. Tehát szerintem az igazi botrány nem az, hogy Isten emberei is megkísérthetőek ezekben a dolgokban. Az igazi botrány az, hogy különböző okokból, természetesen hát a pénz, a presztízs, a kivívott ismertség megőrzése érdekében eltaknyolják ezeket az ügyeket. Itt következnek az igazi botrányok. Mert ezután fölépül egy olyan gonosz rendszer, amiben a bűn nem bűnbánatra vezet, hanem a bűntudatba nyom le, és még a bűnbánat életre vezet, a bűntudat az pedig egy gyilkos valamit kezd. Tehát az ezért beszélgetünk most erről. Tehát én nem azon vagyok kiakadva, hogy Isten emberei is képesek pofára esni, mert ebben semmi meglepő nincs. Hanem azon, hogy utána egy rendszer szintű elfedés és hazugság kezdődik. Tehát itt jön az igazi botrány. Bocs, mindezzel nem azt akartam mondani, hogy az szuper dolog, hogy Isten emberei elbuknak. Ez katasztrófa természetesen, és minél nagyobb az illető felelőssége, illetve úgymond minél nagyobb az ismertsége,
hogyha a tekintélye, annál nagyobb a felelőssége. Annál több ember látja kárát a bukásoknak. De mindez szerintem nem önmagában, tehát önmagában ez nem pusztító. Mert az a pusztító, ha elhitetjük, hogy ez nem így van. Az a pusztító, hogyha egy képmutatás alakul ki, és az a pusztító, amikor ezt lefedjük. Világos. Nagyon köszönöm ezt az összefoglalót. Tibor, egy ilyen általános jellemzésként mit mondaná? Igazából Laci már minden patront ellövöldözgetett, amit én is el akartam mondani, úgyhogy csak csatlakozok hozzá. Én sem gondolom, hogy ez egy új jelenség, hát annál is inkább nem, mert az ember az elbukása óta, hogyha a teológus megszólalt belőlem, de hát a bűneset óta a bűnre hajló természettel rendelkezik, és ennek a csomagnak ezek a bűnök is részei. Igen, a Biblia is rögzített már ilyen sztorikat, eseteket. Most azon elfilozófálgathatnánk, hogy ezeknek a száma növekedette, vagy most a szekuláris közeg, amiben élünk, az egy kedvezőbb kontextusa arra, hogy ilyen dolgok megtörténjenek. Lehet, hogy ez majd a beszélgetés során valahogy előjön. Én őszintén megmondom, nem végeztem ilyen felmérést, vagy statisztikát erről. Lehetséges, hogy ez a mostani plurális modern világ, ez valahogy kedvezőbb ilyen szempontból, már hogy az elkövetőknek kedvezőbb. Lehet, hogy a takargatásban is kedvezőbb egyébként, hogy a bűn ne kerüljön annyira felszínre, fókuszba, megvannak most már azok a praktikák, megoldások, amivel ezt hatékonyabban lehet eltitkolni. Hozzáteszem egyébként, ezt pont nehéz egy ilyen világban elképzelni, amikor az internetnek a korszakában élünk, és minden gyakorlatilag pillanatok alatt terjed, kikerülhet, így a köztudatba kerülhet, de mégis valahogy, én is azt gondolom, hogy nem a bűn elkövetés, hanem a bűnkezelésnek a szemszögéből kell ezeket az eseteket inkább megérteni. És hát, hogyha Mári Szabadít egy pillanatra evickélnem a lélektani oldalába ennek a kérdésnek, ugye szintén a Biblia első lapjain ott van már, Ádám és Éva történeténél, hogy a bűnkezelésének az ösztönös reakciója az, hogy elbújjunk, hogy leplezzük, hogy egy fa mögé elbújjunk a szégyenünkbe. Még az Isten elől is elbújjunk, holott tudjuk, hogy ez lehetetlen egyébként. Csak nehogy kiderüljön, hogy mit csináltunk. De hát ez egy nagyon ősi, egy nagyon arhaikus ösztönünk, hogy így reagáljunk. És én is azt gondolom, hogy nem az a csodálatos, vagy fantasztikus, vagy különleges, hogy ilyeneket emberek elkövetnek, akár keresztény emberek is, hanem inkább az a reakció, ahogy ők erre reagálnak, meg hogy a környezetük reagál erre, hogy ők ezt megcsinálták. Még azt tenném hozzá, hogy a Dávid mondja a 32. Zsoltárban, az a Dávid, aki erről az egészről tudna mesélni, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Tehát olyan opciót nem mond, hogy boldog az, aki nem hamis, és akinek nincs vétke, hanem akinek ez elfedeztetett, mert az Úr nem tulajdonítja neki a bűnt, és nincs a lelkében családság. És azt mondja utána, hogy amíg hallgattam, megavultak csontjaim. Tehát, hogy van az, amikor, és akkor jön a jajgatás, éjjel-nappal rám nehezedik a kéz, ellankad az életerőm, mint a nyári hőségben, de hogy amikor bevallom, tehát ez tulajdonképpen az evangéliumról beszélgetünk, és itt az evangéliumnak a vezetők általi megcsúfolása, amiről beszélgettünk. Mert az nem a megcsúfolása, hogy vétkeztem, elbuktam, hamisság van bennem, és most ide jövök ezzel. Ez nem a megcsúfolása. Az a megcsúfolása, hogy hát ez ki ne derüljön. Mert onnantól, amiről mostanáig beszéltünk, sokkal súlyosabb problémákkal kell szembenéznünk. Abszolút. Én is így gondolom, ahogy mondjátok, az merült fel itt bennem, hogy ugye annál a kérdésen, hogy ez mennyire jellemzőbb ma, mint régen, hogy ugye bizonyos nagy egyházaknál, hát most a római katolikus egyháznál ugye azért most már egy jó pár évtizede csontvázak esnek ki a szekrényből. Most persze a szekuláris média erre rá is cuppan, és hát próbálja ott ütni-verni a katolikus egyházat, ahol csak tudja, tehát én nem akarom rájuk kihegyezni, de hát tényszerűen rengeteg súlyos büntetőjogi következményeket maga után vonó bűncselekmény történt, ugye gyermekabúzusok, papok részéről. Akkor volt egy pár éve egy film, nem tudom, láttátok-e, a Filomena, ahol
mi arról szól, hogy apácazárdába adnak egy hölgyet, születik egy gyereke, akkor azt mondják neki, hogy adoptálják, és utána azt se tudják, hogy mi lesz a gyerekkel, és akkor föltártak, ugye ilyen történelmi ásatások is voltak apácazárdák mellett, ilyen temetők, ahol csecsemőknek a csontjait találták meg. Tehát, hogy valószínűleg ez tényleg nem, tehát nem lehet, hogy ez az utóbbi 30 évre jellemző. Ez valószínűleg a kereszténység minden évszázadában jellemző volt. Én ezért elválasztanám az evangéliumi kereszténységet itt egy picit, most a kereszténységnek a többi részétől. Mert számomra az a furcsa, hogy ez az evangéliumi kereszténységben történik. Most nem akarom azt állítani, hogy az evangéliumi kereszténység csak a szentek gyülekezete, hát teológiai értelemben persze minden keresztény szent, de hogy annyira mások lennének, csak ugye az evangéliumi kereszténységnek mindig volt egy olyan üzenete, hogy hát az evangélium a lényeg. Nem az intézményes egyház, nem a tradíció, nem a sok rárakódott külső dolog, hanem a szív. És ez a furcsa, amikor az evangélium kereszténységen belül látod azt, hogy ugyanúgy, mint a korábbi évszázadokban, vagy a középkorban, vagy nem tudom, az intézményes egyházakban, vagy államegyházakban, ugyanúgy elsikálnak dolgokat, és ugyanazok a mechanizmusok működnek. Vagy ezt a ti szétválasztást ti legitimnek tartjátok, vagy nem? Vagy egyszerűen csak kereszténységről beszéljünk? Én olyan értelemben nem mondom, hogy nem legitim, hanem hát pont amiről beszélsz, az mutatja meg, hogy ember és ember között a bűn kérdésében nincs különbség. Most cizálhatjuk, vagy feloszthatjuk az egyházat szegmensekre, hogy református egyház, katolikus egyház, baptista egyház, stb. És az evangélium kereszténység, mint egy ilyen mozgalmi egység, ha ezt így lehet definiálni egyáltalán. És persze nyilván egy baptista, egy református, egy evangélikus más teológiai hangsúlypontokra teszi a lényeget a hitvallásában. Mit tudom én, mondjuk, hogy a baptistáknak a bemerítés az egy kiexponált tanítás. Pünkösdieknél a Szentlélek szerepe egy kiexponált tanítás. Na de azért, mert most a teológiánkban valami jobban dominál, mint más felekezetek teológiájában, ugyanazok a bűnre hajló, kísértésbelső, én nem tudom, hasonló, batyukat cipelő emberek maradunk. Tehát értitek, de én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem feltétlen kell szerintem így felosztani a kereszténységet, vagy kiemelni az evangéliumi tömböt, hogy na jó, hát de mi azért, máshova tesszük a hangsúlyt. Persze máshova tesszük, ez identifikál minket, de hát ettől még ugyanolyan kísértéseink vannak, ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, és ugyanúgy el is tudunk bukni bűnökben, mint bárki más. Tehát pont a tények mutatják, hogy igazából nincs nagy különbség. Én úgy fogalmaznám ehhez csatlakozva, hogy egyszerű, Tamás, hogyha evangéliumi keresztényként most mondjuk így, hogy többet várnánk, akkor inkább azt mondanám, hogy csak jobban fáj. Jobban fáj, hogyha mi egy picit is biblikusabbnak vagy jobbnak gondoljuk azt, ami az evangéliumi kereszténység, mint bármi más, akkor olyan mértékben nagyobb a felelősség, és nagyobb a fájdalom is, amikor ez kibukik. És azért jó, hogy most erről beszélgetünk, mert épp ezért nem jó sunyogni. A fölvetett példák, akár a katolikus egyházban, akár máshol, nagyegyházakban, amit egyetértek egyébként, hogy nagyon nagy előszeretettel hype-ol és túr föl a média, ami azt szeretné láttatni, hogy a katolikus bűnözés, tehát így, holott ugye statisztikák igazolják, hogy például a pedagógusok közt szintén nagy, és mégsem beszélünk pedagógus bűnözésről, egyébként nagyon helyesen, mert itt nem erről van szó, nem katolikusok, nem pedagógusok, hanem emberek vannak, akik ebben elbuknak, és ami szörnyű, és nem érdemes ráhúzni ezt semmilyen csoportra. De egyszerűen arról van szó, hogy igenis, akkor legyünk őszintébbek, ha nagyobb a felelősségünk, ha jobban fáj, akkor legyünk őszintébbek, nyíltabbak, és beszéljük ki ezeket a dolgokat. Ne sunyogjunk, és ne csináljunk úgy, mintha ez nem lenne. Szóval ezért jó ez a beszélgetés. Igen, még bennem annyi fogalmazódott meg, aztán tovább megyek, hogy én azért is látom indokoltnak ezt a különbségtételt, mert ugye ott van egyrészt az intézményes egyház, és arra lehet mondani, hogy
olyan mechanizmusok érvényesülnek, amelyek, hogy is mondjam, egy idő után már az intézmény mundérbecsületét akarják védeni. Na, de ugye az evangéliumi kereszténységben pont azért, mivel nincs egy nagy intézmény, vagy valamilyen intézményes burok, ami ezt védené, ezért gyakorlatilag tényleg egyfajta csak a presztízsről van szó. De annyiféle darabra van szétszakadva, hogy pontosan ezért gondolhatnánk azt, hogy talán emiatt van egy nagyobb bátorság, van egy nagyobb őszinteség, van egy, hogy mondjam, egy tisztulási folyamat. És nekem az a furcsa itt, hogy már itt sincs. Pedig, hogy mondjam, itt nem egy nagy szervezetnek a becsületét kellene védeni, értitek? Tehát, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy az evangélium mellett hitelesen kiállok, vagy az evangéliumra szégyent hozok. Tehát nekem azért furcsák ezek a mostani esetek. Ugye az volt még kérdés, hogy hogyan történhet meg az, hogy nem egy esetben ilyen súlyos bűnökre az adott pásztor, dicsőítésvezető vagy tanító halála után derül fény. És itt a Rávi Zakariász nevét meg is említem konkrétan, mert az volt egy olyan eklatáns példája ennek, ami megdöbbent az evangéliumi világ. Ugye ki is adtak Magyarországon egy Bibliát, a Jézus Bibliát, amit Rávi Zakariász, meg John Piper, meg nem is tudom, Max Lucado együtt szerkesztett még valakivel. És hát most értitek, mindig, amikor előveszem ezt a Bibliát, ami egyébként tök jó Biblia, és Rávi Zakariásznak a tanításai, meg az apologetikai előadásai könyvei nagyon jók. Tehát megállják a helyüket mai napig, de azért mindig, amikor a neve elém tárul, azért eszembe jut, hogy te jó ég, azért a Rávi Zakariász hát nem tért meg a bűneiből, vagy nem tisztázta, úgy halt meg, úgy ment bele a halálba. Erről mit gondoltok? De egyáltalán hogyan történhet az meg, hogy egy ilyen jellegű tanító, aki ennyire a középpontban van, nem számon kérhető. Miközben számtalan eset történt. Ezek nagyon nehéz kérdések, amiket felteszel. Én megmondom őszintén, amikor előre elküldted a mai beszélgetésnek a vázlatát, hát most is ugyanott tartok, mint amikor először ezt a fájt kinyitottam, hogy nem tudok válaszolni a kérdéseidre. Én költői kérdésként teszem fel, hogy hát hogy lehet, hogy ez megtörténik, hogy hagyom a levegőbe lebegni. Nem hiszem, hogy egy választ hanem ugye erre a kérdésre. Szerintem azért ezek folyamatoknak a csúcspontjai, amikor valaki elhasal, vagy elbukik például szexuális jellegű bűnökbe, lehet, hogy többször is elhasal ebben. Tehát amikor az első ilyet megteszi, mondjuk Rávi Zakariász esetében úgy tudom, hogy ő hölgyeket molesztált, vagy egész konkrétan abuzált őket erőszakosan már szexuális értelemben, ide el kellett, hogy jusson. Nem tudom, hogy észlelték-e a környezetében lévők, a tekintély személyek, hogy ő leépül. Mert én azt gondolom, hogy ez nem úgy történik, hogy valaki kedden még egy világszerte ismert szent életet élő apologéta, most bármit értsünk a szent élet alatt, szerdán pedig már nőkkel erőszakoskodik. De hát valahogy az ember idáig lejut eddig a szintig, lefelé, mentálisan leépül, hogy ezt elkövesse utána. És hogy ennek a folyamatában senki semmit nem észre, hát ez előttem is rejtély, de egy halvány válasz kísérlet részemről talán az, hogy sokszor ezek az emberek olyan magas polcon vannak kezelve, hogy ők nem tűrnek meg tekintélyt maguk felett. Tehát most ki az, aki oda menne mondjuk egy Rabbi Zacharias kaliberű nemzetközi szolgálóhoz, és ráadásul egy apologét elzárja, vagy edző meg, aki a vitának egy mestere is volt, és elkezdne vele szembeszállni, megmondani neki, hogy figyelj, nem jó, amit csinálsz, vagy bármilyen halvány utalást tenni arra, hogy ő most nincs a helyén. Tehát nekem az a személyes tapasztalatom, hogyha valaki egy nagyon-nagyon magas pozíciót foglal az egyházon belül, és most mindegy, hogy ez a katolikus egyház, vagy az evangéliumitőn, vagy bármi, így idő után nem lehet neki megmondani őszintén a véleményedet. Ennek én számtalan tanújelét láttam, már itt egyébként Magyarországon is bizonyos embereknél, akiket most nyilván nem fogok megnevezni. Egyszerűen a pozíciójuknál fogva nem hallják meg a hangodat. Ez a nem lehet megmondani, ez nem feltétlen szó szerint értendő, mert oda mehetsz, és elmondhatod, hogy mit gondolsz, de nem jut el igazából a tudatáig, hogy te, mint XY, aki hozzá képest, hát hol állsz, milyen jogon vezet a bátorságot, hogy te beleszóljál, vagy bármilyen instrukcióval ellásd. Tehát
Sokszor ez az egész szerintem a pozíciójukból indul ki ezeknek az embereknek, hogy megközelíthetetlenné válnak. És ez egy óriási veszély. Igen, emlékeztek most a Suhajda Szilárd tragédiára, hogy minél följebb mész, annál kevesebb az az oxigén, ami abban segít, hogy reálisan hozzá döntéseket. És a legutolsó, persze feltételezések vannak, a legutolsó gondolatok azok voltak, hogy valószínűleg az agyi ödéma miatt egyszerűen koordinálatlan mozgásokba kezdett. Na most ez ugyanígy működik. Van egy ember, akit Isten megáld, vagy karizmákkal, vagy egyéb lehetőségekkel, ezért fölemelkedik. Egyre magasabbra megy. Eléri a 8000 métert, már szemlézi a Mandiner, az emberek odafigyelnek rá, műsorokban szerepel, a néni a villamoson megismeri, és jaj, maga az, jaj, de jaj, stb. És elkezd torzulni mindenképpen. Tehát ez nem olyan, hogy tehát van, akinek jobban, van, akinek nem. De mindenképpen elkezd torzulni a hatalom, és a pénz is olyan, és az ismertség is, amelyik torzítja a személyiséget. Tehát a kérdés, és szerintem ennyi, ez egy nagyon nagy figyelmeztetés azoknak, akikről előbb, Tibi, az előbb beszéltél, óriási figyelmeztetés, és mindnyájunknak, hogy az Ószövetségben a királyokat két módon méri meg a Szentírás. Az egyik, hogy a szentélyhez hogy viszonyultak, a másik, hogy a prófétához hogy viszonyultak. Aki oda ment hozzá, tehát igenis kell, hogy legyen valaki, lehet, hogy egy senki, egy kunyhóból, kell, hogy legyen valaki, aki ebben az állapotban is beszólhat neki, a lehető legkeményebben. Hogyha ez nincs, akkor szó szerint az Isten irgalmazzon, mert hülye döntéseket fog hozni, mert torzul, és szerintem ez mindig így van. Fölemelkedés közben történik egy ilyen közéleti keszonbetegség, szétesik az ember, elhiszi, a maga hatása alá kerül, elhiszi magát, ráadásul az csak az egyik oldal, hogy ő nem hallgat másokra, de nagyon sokszor, ha a hierarchián fönt vagy, sokan függnek tőled. Ezért ők sem akarják mondani. Tehát szűrt infók kerülnek hozzá. Ez egy játszma. És egy esély van, hogy mindig maradjon valaki, aki legalább egy ember, aki azt mond, amit akar. És aki mond is. Tehát aki profétai módon azt mondhatja, hogy ide figyelj, te akárki vagy, ezt nem teheted meg. Mondjuk egy Ravi Zacharyasnek kellett volna, hogy legyen valaki. Hiába viseli egy intézmény a nevét. Különben az intézményre is ráég ez az egész, pontosan ez történt. Még két apróság gyorsan, hogyha szabad. Az egyik az, hogy a szekuláris médiára visszatérve egy gondolat erejéig, hogy tudom, hogy a párhuzamom kicsit talán erősen, meg furcsa hangzik, de szerintem sokszor ez a szekuláris média vette át Nátán próféta helyét a mai világban. Tehát az, ami így bárdolatlanul, szókimondóan, szerintem a célon is gyakran túllőve, és persze rossz indulatból, ezt azért nem szabad kivenni a mondatból, de úgy oda dörgöli, oda pörköli az igazságot. És nem kéne ennek így lennie szerintem. Ez kicsit ez a kövek kiáltanak effektus nálam, hogyha nincs az egyházon belül egy olyan autoritatív hangam, amilyenkor oda tud szólni mondjuk egy Ravi Zachariasnak, hát akkor meg fogja tenni a világ majd, akkor majd a világ fogja a címlapokon tálalni, de ez mindig egy ilyen pótmegoldás, vagy egy ilyen, tudjátok, egy ilyen B, nem is B, hanem Z terv, inkább azt mondom, amikor már minden kötél szakad, akkor majd a média veszi elő az ügyet. És szerintem Isten ezt fel tudja használni, de nem hiszem, hogy ezt akarja használni, csak sokszor ezek az esetek annyira balul sülnek el, hogy már nincs más egyszerűen, és akkor a szekuláris világ veszi a szájára az egyházi botrány, de ez nem jó. A másik pedig, hogy szerintem még az időtényező is nagyon számít az ilyen dolgokban. Tehát minél régebb óta van valaki belesüppedve egy-egy ilyen erkölcsi bűnbe, vagy tényleg egy ilyen elborulásba, annál nehezebb lesz abból kimozdítani, vagy meggyőzni őt arról. Most megint csak szegény Zachariast csócsáljuk itt, de ő egy sajnos egy szemléletes példa erre, amikor egy egész minisztri kiépült már körülötte, több évtized munkát fektet ebbe bele, akkor irdatlan nagy jelenbeli érettség kell egy ilyen embertől szerintem, hogyha szembesítik ezzel a ténnyel, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor én most mindennel leállok, én most félreteszem ezt az egészet,
hiszen már munkatársai vannak, ahogy Laci, te is mondtad, már felelős más embereknek az egzisztenciáért, fizetést ad beosztottjainak, kollégáinak. Most álljunk fel az asztal mellől, és azt mondja, hogy jó, hát akkor én most is félreállok, mert én elbuktam. Nagyon-nagyon nagy lelki erő, meg jellem, meg akarat kell ahhoz, hogy az ember ilyenkor ezt megtegye. És minél több idő telik el, minél jobban kiépül a birodalom, most így mondom, minél inkább van már mögötte megtett út, annál inkább nehéz lesz önmagával szembefordulni az embernek, hogy egy beismerésig eljusson. Tehát szerintem itt az idő is nagyon-nagyon számít. Két dolog merült fel bennem ebben, nagyon hasznos, amit mondotok, vagy ami itt előkerül. Két dolog. Az egyik, hogy ugye előbb beszéltünk arról, vagy legalábbis én említettem, hogy van az intézményes egyház, és van az evangéliumi világnak ez az informális gyülekezeti összekapcsolódása. Bár evangéliumi egyesség ugye jelen van bizonyos intézményi egyház, vagy intézményes egyházakban is. De hogy ugye például egy Ravi Zacharias esetében, vagy más ilyen nagy keresztény sztárok esetében a ministries, tehát a szolgálatuk a saját nevüket viseli. És ugye strukturálisan ő nincs sehova se betagozódva, tehát gyakorlatilag ő az ész, ő a csillag, ő a sztár, ő mond meg mindent, ő a gyakorlatilag a saját minisztriszének a főpápája, vagy főpüspöke. Tehát én itt látok egy ilyen jellegű dolgot, hogy az intézményes egyház azért csak megóv. Nem biztos, mert ott meg ugye bejöhetnek ezek a dolgok, hogy védjük az intézmény mundérbecsületét, de legalább ott van valaki fölötted, ott vannak struktúrák, ott van valami rajtad kívülálló tekintély, hitvallás, valamiféle egyháztörvény, vagy valami egyházfegyelmezési metódus, értitek? Tehát ott egy ilyen esetleg korrigálhatja. Míg úgy, hogy te vagy a szolgálatodnak az arca, hát akkor értitek, ha te hátralépsz, akkor az egész szolgálatodnak kell hátralépnie. Tehát ez az egyik dolog, hogy szerintem azon el kellene gondolkodnia minden keresztény vezetőnek, aki mondjuk ilyen independens formában létezik, hogy nem lenne hasznosabb-e, hogy beállna valamilyen struktúrába. Mert mondod, Laci, hogy hát legalább legyen egy ember, aki szól neki. Hát csak ugye mi is ismerünk olyan eseteket, amikor lehet, hogy van egy jó barátod, de egy idő után nem szól, hanem a cinkos társad lesz. Tehát én ezt nem tartom, mindenképp jó, mindenképp kell, csak el tudom képzelni, hogy egy idő után te már indirekt módon leépíted direkt ezeket az embereket, direkt kiszanálod őket a barátságból, valamilyen mondva csináltokra hivatkozva, hogy eltávolodtunk egymásból, tehát direkt, hogy eleve ne legyen ott. Ne is emlékeztessen. A másik, hogy ugye említetted ezt a Suhajda Szilárd tragédiájára utalva, hogy egyre följebb mész, egyre kevesebb az oxigén, és már egyszer nem tudsz felelősen dönteni. De bennem fölmerül itt valami, és akkor vegyük most a szegény Ravi Zachariast megint, hogy közben te hirdeted az igazságot, és nem csak dogmatikai értelemben, hanem etikai értelemben is. Tehát itt kialakul valami olyan kognitív diszonancia, tehát nem arról van szó, hogy egy idő után már az üzeneted is torzul, ahogy a személyiséged is torzul, hanem mintha ez a kettő teljesen szétválna. Tehát egyrészt te hirdeted az etikai igazságot dogmatikailag alátámasztva, tehát a biblikus üzenetet, és közben ezzel teljesen párhuzamosan egészen beteg dolgokat csinálsz. Hát ugye róla hallottuk, hogy amikor házasságtörést követett el egy hölgyel, vagy valamilyen intim kapcsolat volt közöttük, akkor utána leültette imádkozni a nőt, hogy nem is tudom, tehát ilyen spirituális ráhatást alkalmazott, hogy ő most segített neki ebben a szolgálatban. Tehát tulajdonképpen ez az intim kapcsolat, ez Istennek való szolgálat volt, hiszen ő Isten embere, és neki segített. Tehát gondoljatok bele, hogy elképzelhető az, hogy utána, hogy kilép az ajtón, és nincs egy olyan norma kontroll magában, hogy azt mondja, hogy hát de most én mást hirdetek, mint amit csinálok. Vagy ez egy idő után semmilyen kapcsolat nem lesz a két dolog között? Van egy ilyen, tehát sajnos ez is mélyen emberi. Tehát, mert azért gondoljunk bele, hogy Salamon hogy volt képes, tehát a világ legbölcsebb embere,
akinek felülről való bölcsesség adatot, hogy volt képes arra, hogy a báványimádásig süllyedjen. Tehát most azt mondanám, hogyha Salamon erre képes volt, akkor mi Paprika Jancsik, vagy akár egy Zakariász is Paprika Jancsi mondjuk Salamonhoz képest. Tehát, hogy ez iszonyatosan melbevágó, rettenetes, és főleg az, amit mondasz, Tamás, hogy végzi a szolgálatát, és közben képes ugye így széthasadni. Tehát képes arra, hogy teljesen kettős életet éljem. Itt jön az, hogy a mi társadalmunkban, főleg nyugaton, ugye végzetesen összekeverednek ezek a fogalmak, mint hogy áldás, meg siker, mondjuk a evangelizáció, vagy promóció, és itt kialakulnak a brandek. Tehát a brand az egy emberre épül. Ezért ez az ember, ha sérül, akkor az egész brand megy a levesbe. Még mondtad, hogyha mondjuk egy szervezet van, mondjuk egy nagyegyház, vagy valami, akkor hát az vagy, ez az ember kiesett, vagy ez az ember elbukott, de maga a szervezetiség az nem. Illetve ilyen értelemben van valamiféle előny. De én azt gondolom, és nekem az a véleményem, hogy nincs nagy titok ebben. És a Szentírásban ott van a titok, hogy aki, tehát a felelős mindig az, aki ott van fönt, most úgy mondom, akire a palást lett ráadva. Ha ő nem igényli teljes szívéből a kontrollt, akkor már óriási baj van. Ahogy mondtad, hogy hát leépíti ezeket a kapcsolatokat, már óriási baj van. Hát én legalábbis úgy szolgálok, nem vagyok se Zakariász, se nagyon nagy beosztásban, sőt, semmilyen beosztásban nem vagyok, de mégis, amikor szolgálatom látható, először is mindent átfuttatok valakinek, akiben megbízom. Mindent. Másodszor újra és újra több emberrel is van egy megállapodásunk, hogy azonnal rúgja fenékbe a másikat, hogyha azt látná, hogy elszáll az arc, erkölcsi problémák, anyagi, bármilyen tisztátalanság befészkel. Tehát, hogy ez egy belső igény. Ha nincs ez a belső igény, akkor már nincs az a szervezet, ami megfog. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez történt, hogy itt ez a Zakariász fölépít valamit, és ez már önjáró módon megy, intézmények viszik az egészet. Ő elbukik, egyrészt lelkileg nem volt erre fölkészülve, tehát tájékoztatni kell a szolgálatra készülőket, hogy nincsenek Rambók Isten hadseregében. Nincsenek. Nem működik. Még Jézus minimum kettesével küldte ki a tanítványokat. Nincs. Ez nem létezik, hogy megy Charles Bronson, és akkor ő ott mindenkit elintéz. Nincsen. Hanem egymásra vagyunk szorulva. És pont ezért. Egyedül sokkal kell, mindenki levadászható. Tehát a spártai harcmód a falangsz, ugye pajzs, dárda és az alakzat. Hát ha valaki ott egyedül kolbászol, akármekkora a falba beleépítve nincs, ha más is nem véd engem, nem úgy, hogy elleplez, hanem védelmez, akár magam ellen, a saját sötétségeim és bűneim ellen, akkor nincs esélyem megmaradni. Világos. Szerintem Ravi Zakariászból kettő volt a bűnelkövetés előtt is, most mindegy, hogy honnan datáljuk az ő bukását, előtte is. De hát egy olyan ember, aki olyan magasra jut, mint ő, hogy te fogalmaztál, Tamás, hogy már a saját minisztéria, a saját nevét viseli, megkettőzi magát. Ezt most úgy értem, hogy volt egy Ravi Zakariász nevű ember, egy magánember, meg volt egy termék, bocsánat, hogy ezt mondom rá, egy Ravi Zakariász nevű brand, ahogy Laci mondtad az előbb. De hát, és a színpadon szerintem a brand, az a karakter állt ki, akit a nézők, a hallgatók el is vártak, hogy ő így beszéljen, apologéta legyen, harcias legyen, kiváló rétor legyen, hogy a színpadon túl ki volt ő valójában, azt meg a szűkebb környezete tudta, vagy még az se, ugye, mint kiderült. De eleve valahogy, nyilván most egy kicsit félrevinném a témát, ha erről kezdünk itt filozgatni, de szerintem egy ilyen mértékű minisztriknél már az is felvethető, hogy az ember tud-e önazonos lenni magával, amikor kiáll egy színpadra, meg fölvállalni egy ekkora nemzetközi szolgálatot. Mert valahogy, ha én ilyen, ennek az epicentrumába sodródnék, hogy lenne a Sitka nevű minisztri,
és engem 10 000-ek hallgatnának, most komolyan mondom, Isten ne adja, hogy így legyen, akkor lenne belőlem egy B-verzió, úgy érzem, amit én a közönség számára tartok fenn, hogy ők azzal a sitkával találkoznak. De amikor hazajövök, és leveszem a gúnyát hitorról, a családom, meg a morcos, mindig, nem tudom, elégedetlenkedő családapát látja, most ez nem így van, csak példaként mondom. Jó, de szerintem ez a helyzet eleve megteremti már ezt a két külön karakter, és hát szerintem talán így tudta magába ezt szétválasztani, ha bár igazad van, hogy amikor kiállt beszélni, mégis az igazságot szólta, és valahogy ez egy kognitív diszonanciát biztos, hogy vezetett nála. Na most ennek a lélektani megfejtése milyen emberi és nagyon szomorú, ez pedig egy mondatban annyi, hogy irgalmatlanul szeretünk hazudni magunknak egyébként mindannyian. De szoktam is tanítani a főiskolán kommunikációból, hogy az igazi tévtanító az nem attól tévtanító, hogy megtéveszti a gyülekezetet vagy az egyházat, hanem elsőrendben magát téveszti meg. Mert ha önmagát sikerül becsapni, ha önmagával el tudja hitetni a saját tanítását, na akkor lesz belőle igazi tévtanító, akkor tud kiállni mások elé, hitelesen szólni. Mert az a tévtanító, aki úgy megy ki, hogy maga nem hiszi, amit mond, az leleplezi magát előbb-utóbb testbeszédével, szavaival, bárhogyan. De aki magát be tudja csapni, ő is elhiszi, amit mond, abból válik a nagy kaliberű tévtanító. Na most Zahai nem ilyen volt, bocsánat, egy mondat is adom neked a szót, de az tény, hogy magunkat becsapni, magunkat megtéveszteni, ezt írtóra szeretjük, erre nagyon hajlunk. Szűkebb családomban volt egy rokonságomban egy illető, aki rákbetegséggel küzdött, de már akkor ment el orvoshoz, amikor mindegy volt sajnos. Tehát már mindegy, hogy milyen sugárterápiát kapott, kemoterápiát, már nem számított. Egészen addig azért nem ment el, mert azt szajkózta magának, hogy Isten őt már meggyógyította, és hiába látszik a betegség tünete a testében, ez csak az ördög támadása, és hát szeretném hinni, hogy a lelkem mélyén valahol azért csak nem hitte el, amit mondott magának, de mégis így tűnt kívülről, érted, hogy ő sikeresen elhiteti ezt magával, a tények ellenére. Tehát az emberi lélek sajnos ilyen, hogy szeretjük magunkat becsapni, mert a valóság kellemetlen, és ha a valóság kellemetlenebb, mint amit mondunk magunknak, akkor azt fogjuk elhinni, amit mondunk magunknak. Ez ilyen egyszerű. Igen, csak ugye az merül föl bennem, hogy ezt nagyon sokáig, ezt a párhuzamosságot ugye nem lehet csinálni, mert vagy a tanításodat zülleszted az etikát szintjére, vagy pedig feladod a keresztényi identitásodat. Tehát, hogy ugye például itt van ez a hiperkegyelemnek ez a túlzó tanítása, ami nyilvánvalóan egy antinomizmus, kegyelemre hivatkozva ugye fölmenteni a keresztény megszentelődés mércéjét, a tisztaságot, az életvitelszerű szentséget. Tehát egyértelmű itt szerintem, hogy itt az történik, hogy a tanítást hozzá hajlítják az emberi óemberhez, vagy bűnös természethez. De ugye egy ilyen Zakariás esetében nem ez történt, hanem itt az történt, hogy az egyik vonal sziklaszilárdan ment függőlegesen, és a másik vonal az meg emellett létezett. Tehát nem láttuk azt, hogy a tanítása elkezdő erodálódni, vagy hirtelen elkezdene valamit, a kegyelmet ugye ilyen rosszul hangsúlyozva emlegetni. Tehát számomra itt a kérdés arra is vonatkozott, hogy vajon ő magában, amikor mondjuk ettől a hölgytől, akit megimádkoztatott, hogy segített neki, vagy hozzájárult a nagyember szolgálatához, amikor mondjuk kilépett az ajtón, és beszállt a liftbe, és mondjuk a tükörben nézett, akkor egy pillanatig átment az agyán, hogy de hát én most egy rohadék vagyok. Tehát, hogy, mert az a durva, hogy szerintem még ez a jobb eset, hogy legalább így, tudod, leülsz otthon a magányodba, és azért azt mondod, hát én egy piszok ember vagyok, én az igazságot tanítom, oké. Na de nagyon gáz, amit csinálok, és azért nem kéne egy ponton túlmenni. Szerintetek ez egyáltalán fölmerül egy ilyen villanásszerűen? Szerintem lehet. Ja, bocs, mondja. Csak annyit akartam Tamásra reflektálni, hogy szerintem felmerülhetett, én reménykedem benne, hogy ez felismerül benne, hát ezt ki tudja, igazából az ő titka marad már. Uh-huh. Csak hát pont te mondtad az adás elején, hogy amikor a Jézus Bibliát kézbe veszed és olvasod, ha nem tudnád, hogy ő milyen ember volt, akkor minden rendben volna a tanításával, nem? De hát, hogy azok a gondolatok, amiket ott leírt, ott teljesen működnek ettől, még meg vállalhatók. Lehet, hogy ő is ketté tudta választani, pont ugyanígy, mint ahogy te is magába, hogy hát ettől, amit én még leírok, az megállja a helyét, zabálják az emberek, egyet értenek vele, hol itt a gond. A magánéletem meg a magánéletem. De hát valahol
valahogy meg kellett ezt magába oldja, de hogy tette meg, nyilván ez valamennyire az ő titka van. És ugye ez annak a fényében értelmezendő, hogy ő ezt nem vallotta be. Tehát nekem, tehát értitek, nem problém. Vagy... Még azt is tiltotta, hogy más napvilágra hozza. Úgyhogy. Igen, tehát hogy ő így ment bele a halálba, és itt ez az igazán szörnyű, hogy az utolsó pillanatig állította, hogy nem igaz. Bocsánat, Laci, te hozzá akartál szólni. Azt gondolom, hogy főleg mi férfiak mindig tudunk gyártani egy rettenetesen gagyi sztorit, háttér magyarázatot ahhoz, amit csinálunk, vagy amit nem csinálunk. Tehát mindig van hozzá. Tehát én például Salamont se úgy képzelem, hogy egy nap fölkelt, és azt mondta, hogy mi lenne, ha bálványimádó lennék. Hanem úgy képzelem, hogy ugye annyit tudunk, hogy jöttek a feleségei, és hogy ezen keresztül jöttek be idegen istenek. Tehát valamiféle modernitás felé kezdett hajlani. Tehát biztos, hogy megvolt a sztoria. Hogy oké, Jahve, de hát itt van még ez az egész Osiris, meg hát ez mennyire hasonlít, meg ott van még, az is meg. Tehát van hozzá egy sztori. Mindig van, amivel megmagyarázom. Akár erkölcsileg is. De én azt látom, hogy a Szentírás, figyeljétek meg az Új Szövetségben, a vezetők, előjárók esetében többször is felsorolásokat látunk, ki alkalmas, egyetlen karizma sem szerepel, csak karakterjegyek. Ami alatt azt értem, hogy van olyan, hogy a karizma pörgeti a szolgálatot, mert a karizma az ott maradhat. Tehát az megmaradhat, akkor is, hogyha az illető a karakterében megbukott. Hosszan nem egyébként, tehát itt, amiről szó van, az időfaktor nagyon belejátszik. Én beszélgettem egy olyan igehirdetővel, akit nagyon sokan tiszteltek és méltán, és láttam, ahogy leépült. Egyébként ugyanez alulról jött, magasra jutott, és ez a Kesson betegség miatt nem vette észre, hogy ez a celebség az mennyit ártott neki. De hogy épült le? Mik voltak a fázisok? Miket vettél rajta észre? Mondom, mi volt az ő sztoria. Az volt az ő sztoria, hogy ugye azt vette észre, hogy ő egyre többet szerepel a médiában. És elkezdte elhinni, hogy az evangéliumnak az tesz jót, hogyha minél többet szerepel a médiában. Ugye van ebben valami, csak itt már őróla volt szó, és elkezdte leépíteni azokat a kapcsolatait, akik nem celebek. Tehát fokozatosan szinte már csak celebekkel érintkezett. De azt próbálom mondani, hogy láttam, hogy épül föl. Tehát láttam, hogy ő mit hitt el. És láttam, hogy ha beszélgettünk, már szinte csak a telefonját piszkálta, és a végén azt mondta, hogy te nem tudod elképzelni, hogy már én hogy unom, amit mondok. Ezt mondta. A saját igehirdetéséről. És nem is maradt meg a szolgálat. Tehát egy idő után ez látszik, és kiüresedik. Tehát én szerintem a karakter a lényeg. Úgy is mondanám, hogy a végső elszámoláskor nem azt kéri számon Isten tőlem, hogy mit tettem le az asztalra, hanem hogy kivé váltam Krisztusban. Ha ez a kettő elvált egymástól, idő kérdése az, ami a Zakariásznál megtörtént. De csak nézzétek, Jákob nem tett le semmit, az égvilágon semmit az asztalra. Tehát igazából a gyerekei vannak, de hát ott is jobb nem tudomást venni egy-kettőről, tehát hogy az is milyen már az a sztori, de hogy nem hozott létre semmit, hanem ő az anyámasszony katonájából Isten harcosává lett ez a produktum. És így rajta keresztül folytatódott az üdvtörténet. De hogy most mekkora szolgálatot tett valaki, vagy milyen híres lett, az lehet egy illúzió. Tehát akkor kerülök a magam hatása alá, és a karakterem kártval. Tehát szerintem ez történik. Én ezt látom, hogy mindig van egy nagyon trutyi sztori, egy fedő sztori, valami, ami elmossa azt, hogy már rég nem az vagyok, akinek lennem kéne. Össze lehet ezt úgy foglalni, hogy egy ilyen keresztjén dicsőítőben, vagy tanítóban, vagy most tök mindegy, valaki, aki elől van, kialakul a nélkülözhetetlenség érzés, hogy az ő szolgálata nélkülözhetetlen Istennek, és bár vannak etikai vakfoltjai, de mivel annyira nélkülözhetetlen az ő szolgálat, ezért nem állhat le. Mert Isten még így, tehát hogy mondjam, az Isten előtti mérlege még így is inkább pozitív van lenki, mint negatívan, nem? Lehet, hogy egy ilyen érzés van bennük.
Hát ez nagyon érdekes, csak erről lehetne még sokat beszélni. Még egyet mondanék csak, igen, hogy van ennek egy jó, tehát amit most mondtam, ez egy belső romlás folyamat. De van még egy kísértés, ami nem romlás, és mégis romláshoz vezet, és ez lehet, hogy kicsit sokkoló, de én ezt úgy szoktam hívni, hogy a jó bizonyság kísértése. Tehát, hogy azt mondom, hogy jó bizonyságnak kell lennem, hiszen én itt állok elől, hát mi lesz a gyülekezettel, ha megtudja, hogy én mi mindent csináltam. És ezért a jó bizonyság, tehát azt próbálom magyarázni, hogy ez egy jó szándék. Megvédjem a gyerekeimet, hogy csalódjanak bennem. Megvédem a nyájat, hogy azt mondják, hogy ó, hát ez az ember ilyen bűnös, akkor én nem is járok gyülekezetbe. Tehát, hogy jó bizonyság legyek, ezt úgy érem el, hogy elfedem a saját sötétségeimet. De nem ez a jó bizonyság, nem ez a példaképe a nyájnak. Én világos. Idős igéhirdetővel együtt szolgáltam egyszer, aki még a Betániában szolgált, tehát egy igazi nagy öreg, és mielőtt kiállt, félrehívott, azt mondta, hogy Laci, imádkozz értem, iszonyatos kísértésem van, mert hogy most én ne álljak ki, mert amikor jöttem ide, a metrón jöttem, fölfelé, és előttem egy miniszoknyás nő ment, és alig vártam, hogy a szél fölfújja a miniszoknyáját. Én, az özvegy, az öreg, vén, trotty. És most így, úgy érzem, nem állhatok ki. És imádkoztunk, és kiállt, és szolgált. Szerintem ez a jó bizonyság. Az a jó bizonyság, hogy itt vagyok Isten szolgálatában, és közben feszítenek ilyenek. Vagy mindet eltitkolom, mindre azt mondom, hogy hát a jó bizonyság az, hogy ugyan már ti kis bakfittyek, itt ilyenekkel küzdötök, én már hol vagyok, és végül pedig nem ilyen kísértés lesz, hanem mint a Zakariasnál, meg is csinál mindent. Bocsánat, csak egy szegmens, hogy lehet egy ilyen, nyilván egy ilyen spirituális tényező is, de mi van akkor, a keresztény szolgáló a kereszténységből él? És már egy idő után lehet, hogy ezek a spirituális motivumok egyáltalán nem számítanak neki, csak egyszerűen nem akarja elveszíteni a munkáját, nem? Lehet ez is egy ok. Ő akkor már rég megbukott, csak ezeken a morális izéken csúszik el. Ott. Uh-huh. Mert akkor már az bukta, ott már a szolgálat már rég ment a levesbe. Uh-huh. Csak a trend meg a produktum megy. Örülök, hogy most ilyen teljesen pragmatikus hétköznapi dolgok is fölmerülnek, mert valóban szokták ezt mondani, hogyha valamiért pénzt kapsz, egy idő után azért fogod csinálni. Mert pénzt kapsz a pénzért. És nem említettünk még egy szempontot, nyilván kismillió szempontot még nem említettünk, csak most a beszélgetés sodrába bennem is feljönnek. Valamikor nagyon egyszerű dolgok, vagy legalábbis nagyon megfogható dolgok állnak ilyen bukások mögött, például a túlhajszoltság, tényleg, de hát azért egy teljes idejű szolgálótól, benne is majd teljes idő, ez sokszor abszolút értelemben értelmezik az egyházba, ami azt jelenti, hogy 0-24-ben te lelkész vagy, pap vagy, csöröghet a telefon, mindig rendelkezésre kell álljál, ha kell, a szakadékba le kell mászni, valakit kihúzzál, karácsonyi éjszaka is, de értitek, de hát, hogy nincs megállás, nincs szünet, és tudom, hogy ez közhely ezt a burnoutot bedobálni, de igenis benne van a pakliba ez a kiégés, ez a szüntelen szolgálat is. Én szerintem van egy ilyen gyanúm, hogy az Istenért végzett szolgálat, meg az Istennel való kapcsolat, az nagyon nem ugyanazt jelenti. És ezek az emberek, ezek a nagy színpadokon álló nagy emberek, most ilyen gúnyosan mondom ezt, bocsánat. Mondjuk lehet egy sima lelkész is. Sima lelkész is, persze mondhatjuk, hiszen sajnos ilyen sztorikat is ismerünk, hogy megroppant derékba tört a kiégés miatt. Tényleg tőlük azt várják, hogy mindig toppon legyenek, mindig égjenek, mindig a maximális hőfokon teljesítsenek, mert ezért lelkész, ezért kapja a fizetését, ugye ezért dobok bele a persejbe. És nincs szünet, nincs sorok rendezése mentális értelemben, nincs megálló, hanem mindig nyomni kell a szolgálatot. Tehát szerintem így nem hogy a családjára nem marad idő, mert sokszor az is széthullik a háttérben, amiről nem tudunk, hanem az Istennel való kapcsolatát hanyagolja el. Na most, ha az Istennel való kapcsolata omlik össze, akkor mit, hogy akarja az Isten szolgálni, akivel nincs is már kapcsolatban szinte, értitek? De hát, hogy én szerintem a basic, az egész mögötti alap az Istennel való kapcsolat. Én a Bibliát nem csak azért olvasom, mert teológus vagyok, amúgy nálam is egy kísértés, hogy teológus szemmel nézem már a textusokat, és nem az egyszerű átlagkívül szemével, értsétek ezt jól, de meg kell találnom azt a szemüveget, ami az egyszerű átlagkívül, úgy is tudjam olvasni, és ne a Bibliát, ne a Biblia olvasásért olvassam, hanem a kapcsolatért olvasom az Istennel. Ne azért imádkozok, mert felkértek imádkozni,
hanem mert szeretem az Istent, és szeretek hozzá beszélni, értitek? De hát tudom, hogy ez nagyon naív, vagy vasárnapiskolásnak tűnő szint, de mégis, ha ezt a szintet elveszítjük, ha ezt a nagyon basic alapszintet hagyjuk kiveszni, akkor minden, ami ráépül erre az alapra, az is össze fog roskadni. Tehát én a szolgálatok megroppanása sokszor itt látom, hogy már ezek az alapvető szintek is hiányoznak, hogy egyszerűen szeretem Jézust, szeretek vele kapcsolatban lenni, szeretem a családomat. Hát ezekre nincs idő, mert mindig szolgálni kell. Tehát nem a szolgálat felől fognám meg ezt a kérdést, hanem a kapcsolat felől talán. Igen, ha az nem élteti, biztos, hogy kárt van. Nekem tavaly nyáron volt egy olyan, hogy valahogy úgy jött ki a lépés, hogy 10 nap alatt 8 szolgálatom volt. És mindegyik más. És valahol a felénél elvesztettem a fonalat. Tehát azt mondtam, hogy uram, én azt nem bírom. Ráadásul ebből nem is tudom, 4 külföldön volt. És oda kellett utazni. Tehát totál szét, a felénél szétestem. És amit most mondtál, Tibi, ez volt bennem imádságban. Hogy minthogyha arra vezetett volna az Úr, hogy az igéből, hogy most már engedd el a jegyzeteidet. Most csak velem legyél. És tulajdonképpen nekem egy tök jó megélés volt, csak para. Én szeretek nagyon jól fölkészülni. És föl voltam készülve, de szétestem. Tehát a szolgálat kikezdte a kapcsolatomat. És ott voltam már, hogy oké, későn feküdtem, de hajnalban kellett, különben délelőtt, mert nem, és az volt, hogy ne, aludjál, és most csak imádkozzunk. Csak velem legyél. Csak ugye úgy mentem, úgy álltam ki, hogy jó van, uram, de akkor most te jössz. Tehát, hogy, és megérte, jó volt. Tehát, hogy van ez, és nem csak ilyenről tudok beszámolni, olyanról is, hogy nem veszem észre. Nem veszem észre, és akkor túlpörgök, és amikor azt érzem, hogy most ez már, ezt most én rutinból toltam le, vagy pedig kötelességtudatból, akkor meg kell állni. Mondjuk neked, Laci, az egy, hát nem szerencsé, hát hívjuk szerencsés helyzetnek, hogy önmagában ugye te testvérgyülekezethez tartozol, és önmagában annak a közösségnek a struktúrája, meg egyáltalán az igehirdetői vagy tanítói poszt ugye abszolút ad hoc, vagy hogy mondjam, tehát nem egy... Nem intézményes. Nem intézményes, de mondjuk ugye Sitkánál, hát teológiai tanár, tehát ha most éppen nem tudom, úgy kell föl, hogy bizonytalan, vagy lelkileg különféle traumákat él át, akkor is be kell menni, és mondjuk Isten szuverenitásáról ugye egy órát kell tartania. Nekem is lelkészként értitek, tehát most azért kapom én is a pénzem, most nagyon leegyszerűsítve, hogy vasárnap prédikáljak. Nincs helyettesítésem, tehát nekem oda kutya kötelességem kiállni. Legfeljebb jó, ha nem tudok kiszállni az ágyból, akkor helyettesítést kérek. Tehát igen, tehát itt ez nagyon érdekes, hogy önmagában az, amikor ez a hivatás, az munkává válik, mert munka is, akkor hogyan tudsz őszinte lenni magadhoz? Még azon az áron is, hogy esetleg a munkádat veszélyezteted valamilyen módon, vagy legalábbis, ha nem is veszélyezteted, de bevallod, hogy mondjuk szünetet kell tartanod, és ezt szerintem kevesen merik bevallani. Ezért egy kicsit mindannyian felelősek vagyunk szerintem, hogy az egyház olyan közeg lett, ahol el is várjuk, hogy a felkent szolgálók szolgáljanak, a többiek meg ezt fogyasszák. És ha szabad most egy teológus kitekintést tenni, ugye Luther volt a reformáció idején ennek a nagy ellenlábasa, aki azt gondolta, hogy a kereszténységnek megint laikus mozgalommá kell válnia. Tehát ez egy programja volt nála, neki a reformáció ideje alatt, hogy ne az legyen, van a klerikális réteg, jön egy vizesárok, és akkor ott vannak a laikusok, tudjátok, hogy a klérusnak az a dolga, hogy kiszolgálja a laikusokat, hanem mindenki szolgáljon. És akkor ilyen értelemben, most én is föltettem a kérdést, hiszem Klaus Douglas teszi fel az új reformáció szintű könyvében, hogy végül is mi olyan munka van, amit az új szövetség szerint csak egy lelkész csinálhat? Csak egy lelkész prédikálhat? Szerintem nem feltétlenül. Csak egy lelkész eskedhet, temethet? Hol van ez leírva? Én ilyet nem olvasok. Csak egy lelkész lelki gondozhat? Szerintem nem. Csak egy lelkész viheti körbe az Úr vacsorát, most ilyen egyszerű dolgokat is mondok. Nem. Tehát mondjatok nekem egy olyan dolgot, ami csak kifejezetten a lelkész tehet meg. Nyilván ez egy ajándék is, ez a lelkészkedés, meg egy pozíció is, de valahogy afelé orientáltuk az egész egyházat, hogy mindent a lelkész csinál egy gyülekezetbe,
És ezt is várja mindenki, hogy hát ez ő dolga, azt neki kell csinálni. De mi lenne akkor, ha azt csinálnánk, amit Luther akart, hogy laikus mozgalom legyen a kereszténység, és a lelkésznek az lenne a dolga, hogy kiképezze szolgálókat, a ne ő szakadjon bele mindenbe, és akkor mindenki szolgálna. Tudjátok, hogy az Új Szövetség mondja is, hogy amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, a tanítása, stb. Stb. Nem csak egy dedikált embernek. De hát nem akarom mondjuk, Ravi Zachariast most kidumálni, vagy fölmenteni azon, amit csinált, mert arra nincs mentség szerintem. De vajon az a közeg is, ahol ő érvényesült, ahol ez mind megvalósult, amit ő csinált, nem-e olyan volt, ami kicsit belehajszolja ezeket az embereket, hogy a te dolgod, mert te vagy a fő apologéta, de hát neked kell a színpadon állni. De nem tudom, érthető. Igen, bár a Zachariasnál szerintem, mivel ő ugye nem egy olyan intézményes egyház része, ahol valami külső grémium bírálja el, vagy értitek, valamilyen hivatali kasszából kap fizetést, ott szerintem a presztízs irányába jobban kilenk, hogy egy idő után neki szerepelnie kell. Mert ott hát irgalmatlan pénzadományokat könyvelt el az a szervezet, ennek utána lehet nézni, tehát elképesztő. Ő is, tehát anyagilag ezek az emberek, hát ha most abba hagynák a szolgálatot, ezeknek még az unokájuk is kacsalábon forgó házakban élne. Tehát ő például mondhatná, hogy most leállok. Most leállok, aztán nem tudom, valaki, aki alattam van, vagy kineveltem, vagy valaki, azt csinálja tovább. De egy intézményes egyházban szerintem ez kevésbé működik, és most csak mondtad, hogy bármennyien összejövünk. Szerintem ez még úgy is működik, ahol teológiailag alapvetően a tanító presbiter, vagy a lelkész végezheti csak ezeket a szolgálatokat. Csak ugye hogy? Hát úgy, hogy amikor ő jelentkezik a problémájával a felettesénél, akkor ne számítson arra, hogy úgy könyvelik el, hogy ő most problémás. Tudjátok, tehát, hogy ez egy teljesen természetes helyzet, igen, erre van egy policy, ilyenkor nem tudom, egy hónapra, két hónapra, három hónapra fizetéssel járó szabadságot kapsz, csak szerintem sokan azt érzik, hogy önmagában, hogy jelzik a problémát, azzal valamiféle pecsétet ütnek a fejükre, hogy jaj, most én vagyok a lelkibeteg, vagy én vagyok a fura ember, vagy én vagyok a nem jó keresztjén, és akkor inkább nem is mondja el. Aztán egyszer csak eltörik a bot. A múltkor valahol meséltem, hogy nekem nagy bizonyság volt, jó bizonyság volt, és szem felnyitogató, amikor hallgattam egy prédikációt, egy nagyon felkészült ige hirdető beszélt, és ugye a gyülekezet kezdett bele aluszkálni a dologba, mert tehát kicsit tudományos jellegű volt az ige hirdetése. És egyszer csak így megállt, és azt mondja, hogy tudjátok, tegnap nagyon összevesztem a feleségemmel. Abban a pillanatban előre dőlt mindenki. És így elkezdtek figyelni, hogy mi van. Végre. Hát, hogy... Mondja tovább. Most mond. Most kezd érdekes lenni, mert nagyon érdekes volt az, hogy a Efézusnak a városában mik voltak a nem tudom, természeti adottságok, de rohadtul nem érdekelt minket. Tehát, hogy még belealszunk. De ez azért érdekel, mert ez velünk is megtörténhet, vagy a gyerekünkkel, vagy akárkivel, tehát, hogy hoppá. És onnantól, mivel ez belevitte az ige hirdetésbe, egy fantasztikus jó irányt vett az ige hirdetése. Én ezt úgy láttam, hogy ez egy felülről való vezetés volt nála. Tehát ez nem volt benne a jegyzetébe. Ez nem volt benne. És én azt gondolom, hogy amikor bármi miatt, akár túlvállalás, akár csak a munka miatt, például, hogy mondjátok, a lelkészi vagy tanítói munka miatt, kialakul egy lelki, egy akár kiégés előtti állapot, akár egy megcsömörlés, vagy az, hogy tényleg most bátorítanom kéne, de úgy ez, hogy engem kéne bátorítani, akkor egy óriási lehetőség szerintem a kezünkben az, hogy ezzel dolgozunk. És azt mondom, hogy igazából nekem lenne most szükségem a bátorításra, de mégis előttetek állok. Vagy tehát, hogy beviszem a gyengeségemet, mert ahogy Pál mondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, ezt szerintem a Szentlélek tudja használni. Megint a fölvállalás a kérdés. Most nem azt akarom mondani, hogy retorikai szinten használjuk a gyengeségeinket, de hogy akár így, akár úgy föl lehet vállalni. A múltkor volt az, hogy a gyülekezetünkben tényleg egy ilyen vetésforgó van, megbeszéljük ki, mikor prédikál, és akkor fölhívott az egyik testvérem, és mondta, hogy figyelj, én úgy érzem, nem vagyok olyan állapotban, egy hét múlva kéne igét hirdetnem, de én nem érzem, hogy olyan állapotban lennék. Nem vállalnád el? És akkor mondtam neki, hogy
Figyelj, elvállalom, csak max akkor én nem leszek egy hét múlva olyan állapotban, de mindegy, túlvállalom magam, de nagyon értékeltem ezt az őszinteséget, és így ment a dolog. Tehát nem, mondhatjátok, hogy persze ugye nálunk ez azért könnyebb, mert van egy váltó, hogyha egyedül állsz. Ha egyedül tőled várják el, akkor ez valóban nehéz. De csak arra tudok visszautalni, amit Tibi mondtál, hogy vagy van kapcsolat, vagy a dolog elindul a lejtő. Egyébként ti nem láttok egy olyan kettőséget is, hogy sokszor elhisszük azt, főleg olyanok, akik szolgálnak, hogy keresztényként kell megnyilvánulni, és sok igehirdetés még erre rá is dob, hogy hát mit szól majd a világ. Tehát, hogy nekünk van egy arcunk, hogy keresztényként kell jobbra-balra mennünk. Csak közben meg, mintha azzal nem törődnénk, hogy nem keresztjénnek mutasd magad, hanem legyél keresztjén. Aztán, hogy minek mutatod magad, meg ki mit szól, az egy másik kérdés. És ez a kettő elválik. És bejön egy ilyen furcsa spleen, egy ilyen erőltetett mosoly, egy ilyen erőltetett kegyesség, hogy szia, Isten áldjon, stb. És a sok ilyen mézes, mázos, kegyes izé alatt meg elfonnyad az egész élet. Miközben lehet, hogy kevésbé kell keresztjének mutatni magunkat, sokkal őszintébbnek, sokkal szókimondóbbnak, egyszerűbbnek, jó értelme, egyszerűbbnek lenni, aztán ki mit szól, azzal majd más törődik. Annyira ide kívánkozik, bár Tamás, te már olvastad a Superman-es példámat, írtam egy cikkbe ezt, hogy ugye a képregény figurára utalok most Superman alatt, hogy amikor megalkották az alkotók, most nem jut eszembe a nevük, mindegy is, akkor túl szuperre sikerült, hogy repülni tudott, terrautókat emelt föl, az űrben is tudott valahogy lélegezni, de mindenkit legyőzött, leöklözött, hát Superman, hát mi lenne más. De nem volt neki semmi gyenge pontja, és amikor a képregénynek minden hónapban az újságos tanulók ott voltak, akkor egy idő után elkezdett zuhanni az eladása az egész brandnek, és volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy dugába dől, és már senki nem kíváncsi Supermanre, és ekkor találták ki a kriptonitot, az alkotók, hogy legyen valami olyan anyag, azt hiszem, ez egy kristály, nem vagyok szupermenológus, lehet, hogy nem jól mondom, de valamiféle kristály ez. És hogyha a Superman annak a közelében van, akkor elgyengül. De hát, hogy be kellett valamit dobni a képletbe, ami megmutatja, hogy valahol ő is tud egyszerű ember lenni. Na és igazából én ezt látom ezeknél a szolgálóknál, hogy kriptonitmentesek akarnak, ennek akarnak mutatkozni sokszor. Tudjátok, hogy én vagyok a Superman, én autókat tudok emelgetni, bárkit meggyőzök, megtérítek, nem tudom, csodát, bizsereg az ujjam vége, csoda történik általam. De mi a kriptonit az életében? És hogyha nincs valakinek az életében kriptonit, én nem hiszek el neki semmit. Megmondom őszintén nektek, de hát én nem hiszem el, hogy ő szuper, hogy autókat emelget, hogy gyógyít, ha nem látom a kriptonitot az életében, a gyenge pontokat. Amit mondtál, Laci, hogy akkor ébredt fel a gyülekezet, amikor valaki, az illető prédikátor elkezdett beszélni arra, hogy veszekedtem a feleségem, mert ott ez volt a kriptonit, pont az igehirdetésben. Úgyhogy szerintem például ez is egy tudatosítás lehet, hogy aki másoknak beszél, szolgál, igenis tegyen bele tudatosan ilyen kriptonit elemeket az igehirdetésébe, az üzenetébe, mert egyrészt nem fognak azonosulni vele, nem fog célhoz jutni az üzenet, meg egyszerűen nem hiszem el neki, hogy ő Superman, mert nincs Superman. Jézuson kívül senkinek nem hiszem el, hogy ő tökéletes és Superman volna. És én ezt látom inkább, ez a képmutatás oldala sokszor a szolgálatoknak, hogy nem akarjuk csak az S betűt villantani a mellkason mindig, már akik kiállnak a plénum elé, de a kriptonitról meg nem beszélünk, meg úgy teszünk, mintha az nem volna. És ebbe csak belefáradni lehet. Mert ha nem te vagy Superman, de mégis úgy tetszelegsz, akkor az össze fog törni egy idő után. De hát annak a súlyát nem lehet elvinni sokáig. De hogy lehet őszintében önazonosabban kiállni, úgy, ahogy te vagy, aki te vagy, na ez mindig a nagy kérdés, egy igényedetésben szerintem a személyi oldalon. És itt jön be megint a karakter. A karakter tesz hitelessé. A karizma, hogy tudom kifejteni az igét, az a kriptonit nélkül, tehát a karakteremnek az érettsége nélkül, mint erről van szó, tehát hogy szerintem az a személyiség érettsége, hogy nem akarja elhitetni magáról, hogy sebezhetetlen. Mert az a személy, aki sebezhetetlen, az egy szobor, az élettelen. Tehát a Superman mellett nekem még egy másik nagy mitológiai figura, ha már az Jean-Claude Van Damme játszott a tökéletes katonát, tudjátok. Tehát az, aki tulajdonképpen már túl van a halálon, és akkor összerakják őt, és sebezhetetlen.
tökéletes katona. És az a baj, hogy a keresztény szolgálati mezőn túl sok tökéletes katona futkos. És ezeket nem lehet elhinni. És ez nem jó. Tehát olyan katonák kellenek, hát Péter első, a pünkösdi prédikációja. Nekem nem is az a csoda, hogy ott 3000-en megtérnek, hanem hogy senki nem mondta azt, hogy te beszélsz, hogy ti a gonosz közeitekkel, hát még ki se ült a szádon az árulás. És azért nem jut eszükbe, mert ez nem volt kérdés, ebben a pillanatban nem kérdés, hogy Péter nem a saját hiteléből beszélt. Tehát, hogy ő igen, ő ezt fölvállalta, ő ezt elsírta. És erről mi is tudunk, hogy így van. És nem teszi őt hiteltelenné, mert mi is gyávák vagyunk sokszor. Mert mi is beszélünk össze-vissza sokszor, és akkor jön az, hogy hát akkor hiteltelen leszek, ha ez kiderül. Fordítva. Akkor vagyok hiteltelen, hogyha ezt a sebezhetetlen Superman tökéletes katonát próbálom játszani. Hangsúlyozom, legtöbbször nem gőg, hanem a jó szándék vezet minket ide. Valamiféle a teológia is, az a fajta teológia, hogy jó bizonyság legyek, hogy példaképe legyek anyáinak. Nem gonoszság, nem tudom, de ugyanakkor meg ez egy rossz út. Persze itt is bejöhet a kísértés, hogy valaki sportot űz abból, hogy állandóan transzparens, értitek, és már arról is beszél, hogy tehát kiteregeti az életének minden egyes apró cseprő dolgát, mert hogy ő mennyire hiteles. Tisztántosok, ilyen lelki, hát így szeret megfelelni, igen, és akkor... Mert ő mennyire őszinte, meg ő mennyire hiteles. Igen, de nagyon köszönöm, amit eddig mondtatok, azt hiszem nem is lehetne aktuálisabb. Ugye még ezt a témát is behoznám, mert ez is fontos, hogy történetesen, ha egy keresztény vezető, énekes, tanító, tök mindegy, valamilyen magasabb pozícióban lévő ember, aki akár a keresztény világnak egy ikonja, tehát a példamutatás az a részéről az elvárható lenne, mondjuk elbukik, és ott nem áll ki magától, tehát nem arról van szó, hogy eljut önmagában egy bűnbánatra, és transzparens módon a követői felé kinyilatkoztatja, hogy elbuktam, félrevonulok, leállok, hanem mondjuk lelepleződik. Egy ilyen esetben mit gondoltok, hogy a keresztény közvéleménynek, vagy annak a struktúrának, vagy struktúrálatlanságnak, ami körülveszi, ugye erről az elején beszéltünk, tehát azok, akik jóban vannak vele, ismerik, nem tudom, vagy mondjuk egy intézményes egyházban maga a közeg, hogyan kéne erre reagálnia? Tehát mi lenne a biblikus reakció? Azért kérdezem ezt, mert én is vitában álltam valakivel, aki azt mondta, hogy egy ilyen történik, és emlékeztetik az illetőt arra, hogy bűnbánatot kell tartania, és ő mondjuk rögtön bűnbánatot tart, akkor ugyanúgy folytatódhat minden tovább. Hiszen a bűnbánat az nem mérhető stopperrel, honnan tudom én megítélni, hogy nem őszinte, fogadjam el, és ugyanúgy menjen ki vasárnap a szószékre, úgyis, hogy akár mondjuk szerdán házasságtörést követett el. De valahol ez nem oké szerintem. Ti erről mit gondoltok? Tehát mondjuk tényleg beigazolódik, egy ilyen lelepleződik valaki, valami nagy keresztény ikon, akkor utána mi lenne a részéről a helyes reakció, és mi lenne a keresztény közeg részéről a helyes reakció? Én szerintem ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert ezt nem szabályozza a Szentírás. Tudjátok, ez olyan, mint a családi jog. A családi jog arra való, hogyha semmi sem működik, legyen egy minimum. Tehát hogyha hazajövök pénteken, és megtervezzük a hétvégét a családdal, akkor nem vesszük elő a család jogi könyvet, hogy milyen törvények. Nem ez szerint élünk. És akkor jó az egyház, akkor jó a gyülekezet, hogyha azt nem ilyen dolgok szabályozzák. De úgy tűnik, hogy tök jogos a kérdésed, mert mi van akkor, ha ez nem működik. Az illető végigtol egy súlyos bűnt, majd megrázza magát, és azt mondja, hogy ja, hát mondtam, hogy bocs. Én mondtam, hogy bocs. Ja, ha nem hallottad, akkor közülöm veled, mondtam, hogy bocs. Akkor ki vagy te? Mostantól te vagy a farizeus.
Én meg írok egy éneket arról, hogy engem a farizeusok bántanak, és még majd könnyes szemmel fogják mások hallgatni, és még meg is dicsülök. Holott az egész egy hazugság. Tehát ez így nem oké, és szerintem ott van a probléma, hogy evangéliumi körökben különösen nem teszünk különbséget a büntetés és a következmény közt. Tehát a bűn büntetése az a kereszten van, a Golgotai kereszten, azt Jézus elszenvedte. De a bűnömnek a következményei, miért vállalnom kell a felelősséget. Tehát, hogyha én a Tibivel összeveszek, és összeverekedünk, és egy súlyos testi sértés történik, akkor mondhatjuk, hogy bocs, de ha az orrom betört, vagy az övé, akkor el kell menni orvoshoz, és igen, az enyém. Jobb adni, mint kapni, tudod. Az, igen, nem mértem föl jól most, igen, súlycsoportokat. Tehát, hogy ahogy az a lényeg, hogy a következmény, amikor mondja a Tibi, hogy bocs, akkor nem nő vissza az orrom. Akkor nem úszom meg az orrtörést, és az is lehet, hogyha ennek ebből van egy, hogy ez törvénysértés is, akkor még lehet, hogy büntetés is lesz. És hiába mondom azt, hogy keresztény kell. Nekem ott van a büntetés. Ha nincs következmény, akkor abból mindig nagyon nagy baj van. De semmi se szabályozza, hogy minek mi a következménye. A lelkiismeret kéne, hogy szabályozza. A nemzetközi kitekintés, hogy a Brian Houston, a Hillsong globális vezetője, Ausztrál, Carl Lentz, New Yorki lelkipásztor, Hillsong, Bill Hybels esete, és a sokat idézett Ravi Zacharias, mind úgy indult, hogy volt egy súlyos bűn. Azt mondta a környezet, hogy ezt próbáljuk meg el. Tehát, hogy most nehogy már menjen a levesbe az egész Hillsong. Most menjen az egész New Yorki gyülekezet. Tehát egyszerre a képmutatás, a jó szándék, a jó bizonyság, meg a megúszni akarás egyszerre működik, és mi történt utána? Ráégett az egész mozgalom. És következmény kellett. Mert volt áldozat, tehát a Brian Houston esetében 2 illetlen SMS, és egyszer bement egyébként gyógyszeres és alkoholos befolyás alatt, egy hölgynek a szobájába, de igazából senki nem állította még a hölgy se, hogy ő ott valami olyat tett volna. Úgy emlékszem, hogy ez így volt. De ezek olyan súlyos dolgok voltak, hogy 10 évvel később le kellett mondania. Tehát ez a következmény. Ez nem büntetés. A büntetés a kereszten van. Le kellett mondania a vezetésről. Carl Lentznek le kellett mondania. És azt olvastam, elég korrekt búcsúzenetet írt, hogy tudja, hogy így ő most elvesztette a bizalmát a családjának is, és a gyülekezetnek is, és szeretné ezt fölépíteni. És így most ő nem alkalmas arra, hogy pásztor legyen. De ez a következő nem a büntetés. Amikor jönnek azzal emberek, hogy hát ők már mondták, hogy bocs, és most itt mit kell variálni, és ti vagytok a farizeusok, meg az ítélkezők, akkor teljesen rosszul ítélik meg a helyzetet. Én ezt gondolom. A Bill Hybels esetek ugyanez. Végül ráig azokra, akik falaznak, végül ráig, hogy következmény nélkül tovább mehetett. Különösen, ha van áldozat. Különösen, ha van áldozat. És az internet világában élünk. Tehát eltaknyolni ezeket nem lehet, és igenis kell az a szolgálat, ami azt mondja, hogy figyelj, állj már meg egy kicsit, ezt így nem csinálhatod. Nem mondhat, ha egyszer szexuális ragadozó vagy, nem mondhatod, hogy de te ezt oda tetted a kereszt alá. Az a büntetés, de következmény is van. És az ettől való menekülés az, ami ezeket a helyzeteket hozza. Van egy ilyen alapvetés, és szerintem igaz, hogy a férfi legmélyebb félelme, hogy lelepleződik. Hogy lelepleződik. És egy lelkész, egy referencia személy, egy szolgálattevő, egy dicsőítésvezető, egy híres, már elcelepesedett kereszténynél, ez meghatványozódik, hogy lelepleződik. Az ettől való félelem. Hát én ezt gondolom, tegyünk különbséget a büntetés és következmény között, és hogyha valaki számon kéri a következményt, ne mondjuk rá, hogy farizeus. Ez nem kődobálás, ez egy teljesen jogos kérdés. Bocsánat, még kiegészítve a kérdést köszönöm. Tehát alapvetően megválaszoltad, csak még egy technikai dolog, hogy a következményhez hozzá kellett tartoznia annak, hogy ő transzparens módon, valamilyen módon, ha nem is minden intim részletet kiteregetve a nyilvánosságnak, de valamilyen módon transzparens legyen
a követő táborával, vagy a gyülekezetével, vagy a nem tudom, rajongó táborával? Igen, még egy pillanatra visszakapcsolatok az előző kérdéshez, de erre is van valamit mondani akarok. Hadd kezdjem nagyon messziről, olvastam egy nagyon jó pszichológusnak az elemzését az Akéda történetről, ez amikor Ábrahám Izsákot szeretné feláldozni, és tudjátok, hogy Isten az utolsó pillanatban megállítja ezt az akciót, és akkor írja ez a pszichológus nagyon megkapóan, hogy így lehet látni, hogy Ábrahámnak a keze így lehanyatlik az utolsó pillanatban. Na, az emberi léleknek ennél sokkal több időre van szüksége. Nem megy ilyen gyorsan, mint a kéz. Tehát, hogy vajon miről beszélgettek, amikor mentek le a hegyről? Apám, te majdnem megölti az előbb. Hát igen, fiam, de ezt Isten kérte, nem én találtam ki. Szóval, hogy maradt ez meg a családi lenyomatban, úgy tudjátok, a család közös életének a lenyomatában, vagy mikor megérkeztek, mit mondott otthon az asszonynak Ábrahám, hogy elmentük a gyerekkel azért, hogy őt feláldozzam az Istennek. De hát, hogy most ez csak fantáziálgatunk, mert nincs leírva semmi a Bibliában erről, de egészen biztos, hogy azért ez tovább tartott ez a sztori annál, mint amennyi le van írva belőle, lélektanilag, úgy értem. És valahogy akkor most visszatérve a kérdésedre, a bűnrendezés is egy lélektani folyamat. Ez nem egy pontszerű dolog szerintem, ha jól értem. Tehát az emberi lélek egyszerűen nem úgy működik, hogy azt mondtam, hogy bocs, és akkor el van sikával. De ez minden olyasminek ellentmond, amit én eddig tanultam erről, meg amit tapasztaltam is egyébként ezzel kapcsolatban. Ugye a bűnkezelés ez egy komplex folyamat. Kell, hogy bűntudata ébredjen az embernek. De a bűntudat érzését valami ki kell, hogy váltsa. Akkor a bűntudat, ha felépül, kell egyfajta érettség, mondjuk vannak belső értékeim, hát ezek keresztény értékek is, amikkel szembe kerültem, akkor ez egyre jobban kihegyeződik, akkor a bűn bánathoz tartozik az is, hogy jóvá teszem a kárt adott esetben, amit okoztam. De ezt szerintem folyamatjelleggel kell nézni, és nem egy ilyen egy történelmi, vagy egy adott időpillanatként, hogy azt mondtam, hogy bocs, és akkor ez el van intézve. Ez szerintem egy gyerekes hozzáállás. Ez egyszerűen nem igaz, hogy ez így működik. Lehet, hogyha én most mondjuk Tamás, neked mondanék valami csúnya dolgot, hogy te ilyen vagy olyan ember vagy, és akkor rögtön abban a pillanatban azt mondanám, hogy hopp, kiszállt a számon, ne haragudj, ezt nem így kellett volna megfogalmaznom. Ez még talán elképzelhető, hogy rendbe tehető, majd ha megállítod a felvételt, akkor elmondom, mi lett volna itt a csipszó helyén. No, viccen kívül, de azért ami ennél kicsit komplexebb, az már nem tehető helyre ilyen egyszerűen szerintem. Gyerekes azt feltételezni, hogy egy odavetett mea culpával ez el van intézve. Főleg, ha olyan intim területeket érint, mint a szexualitás, vagy egy házasság, emberi kapcsolatok. Ugye azok se egy pillanata épültek föl, bocsánat, de én 26 éve vagyok házas, 26 éve élek házas életet, az is egy folyamat gyakorlatilag. Nem lehet egy folyamatot egy pillanattal lerendezni, hogyha abban valami törés keletkezik. És akkor a kérdésedre, amit most tettél föl a választ, hogy kell rendbe tenni adott esetben ezt a dolgot, én nekem az az alapelvem ebben, mert a Biblia ebbe sem mutat egyébként kőbevésett törvényt, hogy kell ezt csinálni, hogyha egy bűn az egyén szféráját érinti kizárólag, akkor azt ott is kell rendezni. De ha ez a bűn valamilyen módon a nyilvánosságnak a nyilvánosságban is roncsoláshoz vezet, akkor az úgy fel, hogyha a nyilvánosságban teszem helyre. Mondok egy példát, ha én elkezdenék egy tévtanítást mondani itthon a feleségemnek, és aztán rájönnék arra, hogy amit mondtam, az valótlanság, sőt bibliátlan, akkor nyilván ez egy személyes ügy lenne kettőnk között. De ha a gyülekezet előtt tenném ugyanezt, és ott mondanék valami herezist, ami teljes képtelenség, akkor nem volna elég, hogy a pásztort félrejövő, most azt mondom, hogy bocs, már a múltkor én ne haragudj, majd kiálltam, és azt mondtam, hogy Jézus nem is támad fel a halálból. Tehát, hogy nem, akkor álljak ki a gyülekezet elé, mert a gyülekezet előtt hangzott el, amit mondtam. Na most kérdés, hogy persze ezek az előadók, most itt mondjuk vegyünk egy dicsőítő zenész, most teljesen mindegy egyébként a példa szempontjából, mondjuk a házasságtörést, vagy erkölcsi vétséget nem a színpadon követik el nyilvánvalóan, de mégis amit tesznek, meg amit véghez vittek szerintem, az annyira hiteltelné tette a szolgálatukat, a nyilvánosság előtt zajló szolgálatukat, hogy valamennyire a nyilvánosságra is tartozik, hogy a rendbetétel megtörténjen. Erre van egy konkrét példám, volt egy amerikai gospel énekes, sőt mondhatjuk, hogy popstar, Michael English, aki elkövetett egy ilyen házasságtörést, egy másik dicsőítő énekese egyébként, és bár a házasságtörés nyilván nem a közönségeit követte el, nyilván ők ketten voltak ebben tényszerűen érintettek, de hát az esemény szempontjából, de ő akkor kiállt a nézői elé, a rajongótábor elé,
és le is tette évekig, 4-5 évig azt hiszem ezt az egész szolgálatot, és azt mondta, hogy bocsánatot kér mindenkitől, ezt neki fel kell dolgoznia, amit tett, hogy miért tette, hogy jutott el addig, hogy ezt megtegye, ez idő kérdése, és ő addig ebben az állapotában hitelesen nem tud énekelni, nem tud színpadra állni, nem tud működni, hogy így mondja. De ez egy korrekt, egyenes bűnrendezés volt szerintem, és igenis nem lett volna elég, hogyha Michael English bevonul a szobája magányába, és akkor ott egy-két ember tolaív, és akkor tőlük bocsánatot kér. Ez nonsens lett volna szerintem. Ugyanez Carl Lentz esete, hiszen ott egy házasságtörés volt, van egy szép családja, több gyereke. A házasságtörés nyilván nem nyilvános esemény, de itt viszont mivel ő lelkipásztor, ráadásul egy világméreti mozgalomnak, a New York-i egyik központi, tehát felelőse, ezért a felelősség mértéke növeli a megkövetelést, vagy hogy nagyon magyarul mondtam, tehát a követelményt, értitek? Tehát az, hogy van egy dicsőítésvezető, valakivel, egy nővel, egy házas, gyermekes asszonnyal, több gyermekes asszonnyal szerelmi kapcsolatot kezd, utána kiszáll ebből, lelepleződik, majd mondja, hogy jaj, mondtam, hogy bocs, majd ő jár a próbákra a következő aréna koncertre, az asszony, meg a férje pedig válóperre, mert nem élte túl a kapcsolatuk, az így nincs rendben. Az így nincs rendben. Tehát, hogy így nézzük a két utat. És itt látszik, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy bocsi, ez nem olyan, ráléptem a lábadra, vagy véletlenül kicsúszott a számon valami, vagy ilyesmi, sokkal nagyobb a felelősség. És azért is, és ezt nagyon jól a Carl Lentznél láttam, ahogy az ő bocsánatkérése, amit én itt Budapesten olvashattam, mert ő ott New Yorkban közzétette, arra utalt, hogy ugye ez egy bizalmi válság. A bűn ilyenkor, tehát az, ami történt, az már egy csomó kérdést fölvet. Hogy jutottam ide? Mert általában ugye valami út vezet, mikor elesünk, oda már eljutunk, sokat beszéltünk, kiégtünk, egyedül maradtunk, stb. Tehát a szolgálatunk nem pusztán attól hiteltelen, hogy vétkeztem, hanem a vétkem mutatja a hiteltelenségét a szolgálatomnak. Magyarul, hogyha nincs bennem az, hogy szeretném helyreállítani, ehhez háttérbe kell vonuljak, ehhez le kell tennem, akkor hiteltelen a szolgálatom a továbbiakban. Mert itt már volt valami, ami miatt kihűlt a házasságom, kiégtem a szolgálat. Tehát egy csomó minden kell ahhoz, hogy egyszer csak pofára es. Dávid egyedül volt, nem volt ott a csatában. Tehát látszik az út, ami oda vezet, hogy elbukott. Nem arról van szó, hogy tök jól megy, minden egyszer csak minden összedől. Általában nem így működik a bűn. Igen, egy nagyon rövid közbevetés, bocsánat, csak ugye a következmények kapcsán, hogyha megnézzük mondjuk az egyháztörténetet, vagy a protestáns egyházakat, ugye ez sehol nem így működött, azért ilyen nem volt, hogy valaki azt mondja, hogy bocsika, és aztán megy tovább. Tehát mindenhol volt hosszabb, vagy rövidebb idő, amíg vezekelnie kellett. De ez a vezeklés nem a bűnbocsánat elnyeréséért szólt, hanem a közösség bizalmának az újra elnyeréséért. Újraépítkezés. És nagyon érdekes, hogyha valaki ezeket a kirótt büntetéseket vagy szankciókat nem fogadta el, mert mondjuk azt mondta volna, hogy figyelj, most az úr vagy házasságtörést követtél el, úgyhogy az úr, most kérlek, ne úrvacsorázz, amíg ez nem rendeződik. És azt mondja, de azt mondtam, hogy bocs, hát akkor mi az, hogy ne úrvacsorázzak? És ez a hecciáskodó magatartás, ez pont, hogy az bizonyította a közösség irányában, hogy ő neki a bűnbánata valójában nem is őszinte, különben ezt nem mondaná. Értitek? És én valahogy ezt látom, hogy egyrészt azok, akik elkövetik ezt, azok ezt nem is akarják vállalni, és egyházi részről pedig tényleg úgy gondolják, hogy valamiféle törvényeskedés a szankció. Pedig nem az, mert nem azt mondod, hogy Isten előtt el vagy kapálva, hanem azt mondod, hogy a bizalmat vissza kell nyerni. Mondjad, Tibor. Még csak egy apróság ehhez, hogy amitről beszélünk, én a gyümölcsök mutatják meg, hogy egy bűnrendezés az érsgyól sikeres volt, vagy sem, egy bűnkezelés az eredményhez, gyógyuláshoz vezetett, vagy sem. És én azt gondolom, hogy ha az ember egy bűnt, amit ő követem, vagy én követek el, jól kezelem, oda tudom vinni Isten elé, bocsánatot kérek, ő megbocsát nekem, bocsánatot kérek az emberektől, ha esetleg ebbe a bűnbe mások is érintettek, vagy egy közösségtől,
akkor ez felszabadítja az embert. Szabaddá válok attól, amit csináltam, és hogyha én szabad vagyok attól, amit elkövettem, akkor szabadon beszélek is onnantól róla is. Ebből viszont erőt lehet meríteni. Tehát amikor kiáll egy szolgál, és azt mondja, hogy nézzétek, tesók, én házasságtörést követtem el, és ez egy féreg vagyok, én mocskos állat vagyok, hogy én ezt meg ezt csináltam, de ezt az Istenen elrendeztem, és tanultam belőle, és tudjátok, hogy mit tanultam belőle, stb. 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 De ebből utána erő keletkezik, szabadság és erő. Na most ezeknél az embereknél ezt pont nem látom, akik úgy fű alatt vagy házon belül próbálják ezt elrendezni, meg egy odavetett bocsánat, vagy bocs, hát jó, hát én mondtam, hogy bocs, nem mernek erről beszélni, ha megfigyelitek utána, hogy jaj, ne mondd el másnak, hát ezt én négy szem közt elintéztem. De figyelj, miért nem mersz róla beszélni? Ha megbántad, szabad vagy tőle, nem? Akkor levontod a tanulságokat, pont hogy mersz róla beszélni. Mert az a bűn, amit én igazán megvalok, amit igazán elrendezek Istennel, meg az emberekkel, már nem tart engem foglyul, én úgy gondolom. Hanem már én kerekedek fölé utána. És tudok vele bánni, hogy egyszer azt nem örülök, mert nem dicsekszem vele, nyilván, de tudok róla szabadon beszélni. Ezek az emberek, akik ezt nem teszik meg, hanem próbálják ezt minél kisebb körben a nyilvánosságot mellőzve elrendezni, nem szabadok attól, amit csináltak. Nem mernek róla beszélni, titkolni próbálják, elleplezni. Tehát pont ezek a gyümölcsök mutatják, hogy ez a bűn még nincs megoldva valójában. Hát igen, meg itt bejön az, amiről beszéltetek, hogy egy idő után egy ilyen vezető, énekes, ki tudja micsoda, brandé válik. Tehát ugye nyilván anyagi bevételek fűződnek az ő brandjéhez. És hát itt már az is bejön, főleg ha nincs, nem tudom, esetleg valami civil foglalkozása, vagy nem tudom, hogy hát ha a brand bukik, akkor bukik a bevétel. És nem csak az ő bevétele, hanem annak a közösségnek az anyagi bevétele is, amelyik mondjuk hozzá kapcsolódik, lelkészek vagy egyebek. Tudjátok még mi jutott eszembe? Az, hogy mi van akkor, ha azt mondja egy ilyen valaki, vezető, hogy hát ő elment a személyes lelki gondozójához, és akár egy fél éves folyamat során ő átbeszélte ezt vele, és ő helyreállt. Mert hogy ez valamilyen fajta transzparencia, de úgy érzem azért ez mégsem az, mint amit ti elvárnátok. Azok a példák, amiket mondtunk, tehát Zacharias, Hybels, Carl Lentz, Brian Houston, az a közös bennük, hogy volt áldozat. Nem tudja elintézni a lelki gondozójával, nem tudja úgy, tehát elindult egy hógolyó. Tehát kiment a dolog, és amiről szó volt, hogy általában olyan fórumon kell rendeznünk a dolgokat, ahogy megtörtént, ott ahol kiment a dolog, ahol elgurult egy hólabda, időkérdése, hogy ez a hólabda vissza fog görögni. Ez vissza fog jönni. És ezért, és minél magasabban van valaki, minél magasabban van a szolgálatban, annál jobban kell tudnia, hogy az, hogy megúszásra megyek, az vissza fog ütni. Ugyanis az evangélium ellen van. Az evangélium lényege lenne, hogy nincsen már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez a megoldás a Róma 8 eleje, a Róma 7-re, arra gyötrő izére, hogy amit nem tudunk levetkőzni, hogy amíg nem koppan a koporsó fedele, addig kísérthetőek vagyunk. És ebbe bele lehet dilizni, ebbe a feszültségbe. De azt mondja, hogy nincs kárhoztató ítélet. Igen ám, de ez pont nem azt jelenti, hogy tehát ti ne kárhoztassatok engem. Tehát, hogy nem ez, hanem azt jelenti, hogy megmerem mutatni az elesettségemet, és nem fog leesni a glória a fejemről. Nem, hirtelen nem leszek hiteltelen. Éppen akkor leszek hiteltelen, ha rettegek a lelepleződéstől, és a megúszásra megyek. Hiszen az ellenkezőjét állítom. Azt mondom, hogy félek, mert elkárhozom. Elkárhozik a szolgálatom. Értitek? Tehát, hogy félek a kárhoztatásotoktól. Éppen ezért erősíti az evangélium, mikor egy szolgálattevő, az azt tudja mondani, hogy összevesztem a feleségemmel, azt tudja mondani, hogy elbuktam. Mert abban a pillanatban közös platformra kerül azokkal, akik hallgatják, hisz mind így élünk, akár kint állunk, akár itt, akár hallgatjuk a szolgálatot. És abban a pillanatban lesz hiteles. Most ezek a nagy kilengések, amikről most beszélünk, ezek már azok, amikor valakinek nincs senki, nem volt, aki figyelmeztet. Tehát ezek,
azért ezek az elbukások, ezek nem ilyen pillanatművei. Itt már egy életforma a képmutatás. Sokszor pont az a baj, hogy konkrétan nem is egy eset, hanem mivel falazott a környezet az illetőnek, kialakult egy keresztény szexuális ragadozó karakter. Tehát itt ez a probléma. És ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy éppen az erősíti az evangéliumot, hogy kimer állni az illető, és azt tudja mondani, hogy elbuktam, vállalom a következményt, mert amit leromboltam, szeretném fölépíteni. Most beszéltünk arról, hogy még hogyha normális az embernek a családi háttere, mondjuk a lelki egyensúlya, akkor is egy nehéz feladat. De most ez ugyanolyan történik, egy házasságtörés, megbeszéli, az nem úgy van, hogy másnaptól ugyanúgy folytatódik minden, hanem föl kell, valószínű, hogy még egy csomó ideig, még minden SMS-nél össze fog húzódni a gyomra, ugrani a gyomra a megcsalt félnek, hogyha esetleg így szervezték a dolgokat. És itt egy csomó idő, mire fölépül. Ezt kell megoldani. Még egy apróság, hát nem is apróság, hanem egy borzasztó nagy probléma, hogyha van egy olyan ember, aki egy nagy szervezetnek, missziónak, bárminek az idegközpontjában áll, mint mondjuk Zacharias, akit most nagyon szétszedtünk ma, de sajnos ő illusztratív példa, akkor a környezetét is bűnre kényszeríti egy idő után. Tehát nem csak az ő bűnéről lesz szó már, hogy az idő telik, és ez kezeletlen marad, hanem egyszerűen cinkos társai lesznek olyanok, akik amúgy nem lettek volna azok, vagy önként talán nem is akartak volna azok lenni. Mire gondolok? Például arra, hogy ha csak gondoljunk bele abba, hogy egyre többen és többen tudnak róla, hogy neki milyen ügyei vannak, de nem mernek másoknak erről beszélni, mert nehogy már tőlem tudják meg, hogy Rabbi az mit csinált a múlt héten, meg múlt hónapban, mert akkor vétkesnek érzem magam, ha elmondom. Csak hogy akkor is vétkesnek érzem magam, ha nem mondom el, mert egy olyan sötét titkot hordozok a lelkemben, ami nem is az enyém, hanem egy másik emberé. De nem tudom, érthető ennek a lélektani folyamánya, hogy az ilyen embereknél, akik ennyire kifókuszált pozíciókba állnak, énekesek, tanítók, apologéták, bárkik, egyszerűen lehetetlen, hogy csak egy-két ember tudjon a dolga, visel dolgaikról, de minél többen tudnak erről, annál többen lesznek valahogy ennek az áldozatai, és akár olyan bűnökbe is sodródhatnak a hallgatásukkal, amik nem érintették volna őket, ha ezt az első pillanattól kezelte volna az a bukott személy. Tehát én itt megint az időtényezőt is látom egy nagy problémának, hogyha valaki elbukik egy bármiben, házasságtörésben, sikkasztásban, hatalommal való visszaélésben, azonnal érdemes kezelni, elkezdeni kezelni ezt a dolgot, mert nem csak ő lesz egy idő után abban érintett, hanem körülötte majdnem mindenki, aki mondjuk a missziójához tartozik. Ebből, hogy kiérintett, hogy mi van akkor, hogyha tudomásotok van valakiről, mondjuk tanító, énekes, tök mindegy megint, akit ugye így meghívnak, vagy adják egymásnak a stafétát, mert nagy ember, nyilván sok ember bevonz a gyülekezetbe, tehát meghívják, hogy adjon egy műsort, vagy egy tanítást, vagy koncertet. És mondjuk te figyelmezteted az illető lelkipásztort, hogy te egy olyan embert akarsz meghívni, akinek van egy ilyen bűne, és ezt nem rendezte nyilvánosan, és hogy ezt nem kéne. És erre azt válaszolja a lelkipásztor, hogy ez magánügy, ez személyes ügy, ez nekem nincs közöm, tehát hogy persze jöjjön. Ez azért fura, nem? Ez már rávilágít egy másik anomáliára, hogy mondjuk gyülekezeti háttér nélkül valaki, például hogyha én egy jó szónok vagyok, akkor járjak gyülekezetekbe és prédikáljak. Meg se kérdezik, hogy egyébként tartozol gyülekezethez? Egyébként bárkinek felelsz? Bárki felé elszámoltatható vagy? Tehát először is ez nagyon fontos kéne, hogy legyen, mert azért sok ilyen van. És minél nagyobbra nő egy celeb, annál kevésbé fog. Emlékszem, mondták egy nagy tanítóról, hogy ő akkora hal, hogy már egy hálóba se fér. Ő egy gyülekezetbe se jár. Akkora tanító. Na, azzal szóba se kéne állni, aki ekkora, mert ott az arc lett ekkora, és nagyon veszélyes az illető. Tehát az eleve egy rendszerhiba, hiszen nem számoltatták el, egy idegennek kell, most ahogy mondtattam, és neked kell szólni valakinek, hisz nem is a te gyülekezethez tartozik, hogy az illető rendezetlen élettel áll elő. Én azt gondolom, Pál az 1 Korintus 5-ben ezt leírja, az a Pál, aki a szeretet himnuszát írta. Az a Pál azt mondja, hogy azok, akik a gyülekezeten belül életvitelszerűen
bűnben élnek, tehát nem megbánják, nem úgy folytatják, hanem erre mondja, hogy a 5-9, hogy azt írtam nektek, a levelem, hogy a paráznákkal ne társalogjatok. Nem azt mondja, hogy aki elbukott, mert akkor senkivel nem lehetne társalogni, vagy a Jézus elzavarta volna a házasságtörő asszonyt, hanem hogy figyelmezteted, de benne él. Életvitelszerűen benne él ilyenekben, bálványimádók, ragadozók, stb. És azt mondja, hogy ne egyetek velük együtt. Ez a közösség felelőssége. Elkülöníteni, és ez nem szeretetlenség, és nem arról van szó, hogy valaki elbukott, hanem hogy életvitelszerűen benne él egy bűnben. A közösségnek a felelőssége, ha ezt hagyja. Egyébként ezzel kapcsolatban képzeljétek el, ez egy lejátszódott dialógus volt. Tehát tudsz valakinek a viselt dolgairól, és beszélsz egy lelkésszel, aki ismeri az illetőt. És mondod neki, hogy de hát valamilyen felelősség azért kellene, hogy ez az ügy kibukjon, vagy napvilágra kerüljön. Azt mondja, de ez nem a te felelősséged. Megkérdezed, de kié? Hát azé a közösségé, és annak a közösségnek a grémiumáé, amelyiknek a tekintélye alá tartozik ez az illető. És akkor mondod, jó, de melyik az a közösség? Ja, hát neki nincs ilyen. És megkérdezed, akkor most mi lesz? Hát akkor így jártunk. Tehát akkor ezzel vége is az egész. Bocsánat, Sitka. Nem, semmi. Nézzétek, nekem itt van egy alapelvem. Az egyik, hogy nem akarok pletykás lenni. Nem hiszem, hogy valóban olyan értelemben feladatom volna másnak a bűneiről, visel dolgairól beszélni, hogy nyilván én hozzam nyilvánosságra, vagy teregessem ki más szennyesét. A blogomat, aki szokta olvasni, tudja, hogy én nagyon sok ilyen egyházkritikai cikket írok ott, és ilyen dolgokról is bátran próbálok írni, de nem én hozom ezeket a napvilágra, ez fontos. Ugyanakkor a másik oldalt azt is megfogadtam magamnak, hogy engem senki másnak a bűne nem fog hallgatásra sem kényszeríteni egy szituációban. Tehát, amit te felvázoltál itt előbb egy hipotetikus példaként, hogyha én megtudnám valakiről, hogy bűnben él, vagy házasságtörésben él, vagy valamilyen, nem tudom, bármit elkövetett, és egy gyanútlan testvér mondjuk meghívná az én gyülekezetembe, vagy a lelkipásztorom hozzánk meghívná az életet szolgálni, én biztos elmondanám a lelkésznek, amit tudok. Tehát én cinkosnak érezném magam a hallgatásomban, nem tudom érthetően, amiről beszélek, de hát, hogy egyszerűen engem is onnantól kezdve nyomasztan ennek a terre, hogy és a felelőssége, hogy ott volt a lehetőség, hogy szóljak erről, és én beengedtem a gyülekezetbe egy olyan embert, akiről tudtam, hogy valamilyen értelemben fertőző, mert szerintem ez bizony fertőző. De hát ebben a szituációban, ebben a helyzetben én azt hiszem, hogy nem tartanám ezt a titkot magamba tovább, és nem is érezném etikátlannak, hogy én ezt elmondom. De egyébként az utcásarokra se fogok kiállni és óvégatni erről, hogy az illető XY az mit követett el. De hát nagyon nehéz itt ugye az erkölcsi határokat megvonni, hogy mikor cselekszem biblikusan, értékelhetően, morálisan, helyesen, és mikor nem. De nekem valójában kettő között van, e között van a vonal, hogy nem plegykálunk, oké, de ha a pillanat megkívánja, mert elkerülhetetlen, akkor nem is maradunk csöndben. Nagyon köszönöm. Kicsit elment az időnk. Az utolsó kérdés még bedobnám, jó, és akkor ezzel szerintem le is zárhatjuk. Több esetben fölmerült, erre is vannak nemzetközi és hazai példák is, hogy valaki, akár keresztényvezető, akár egy egyszerű gyülekezeti tag, valamilyen erkölcsi vétségben sáros. És ugye a keresztény gyülekezetekben is elterjedt ez a terapeutisztikus vagy terápiás nyelvezet. És több esetben is hallunk olyat, hogy magát keresztjének nevező lelkigondozó nemhogy visszafogná a bűntől az illetőt, akár aki tőle elkigondoz, vagy figyelmeztetné, hanem az erkölcsi aspektus teljesen kilugozódik, és gyakorlatilag az érzések felvállalására ösztönzi, és a bűn elkövetés válik autentikus viselkedéssé. De konkrétan ez, én több ilyen történetet hallottam, amikor a magát keresztény lelkigondozónak tituláló személy nem figyelmeztette, nem fette, nem intette a lelki gondozottját, hanem még kvázi bátorította is egy ilyen terápiás nyelvezettel leöntve az egész ügyet. Erre ti mit mondanátok? Mert ez már tényleg annyira, hogy mondjam nektek, annyira átértelmezése, ilyen Nietzsche-i szófordulattal az értékek átértelmezése, hogyha már ebben sincs konszenzus a keresztény gyülekezetek között, tehát már
etikailag már ebben sem értünk egyet, akkor miben igen? Ha azt mondod egy házasságtörő emberre, hogy ja, ez autentikus, mert legalább felvállalod. És hogy ez mennyire jó, mert végre nem hazudsz magadnak. Ti erre mit mondanátok? Én komolyan ennél érzem úgy, hogy így ledobtam a láncot, és eszköztelen vagyok. Remélem elég extrém példa, amit mondtál Tamás, tehát remélem, hogy ez nem általános gyakorlat, de én nekem az a tapasztalatom, hogy elég egyszerű a lelki gondozás és a biblikus szemlélet ötvözése. A Szentírás mondja meg, hogy mi micsoda. A lélektan annyiban segít, ha megmondja, hogy mi miért történik. De a lélektan nem tudja fölülírni azt, de se, ha fölülírja, akkor az már használhatatlan. Az használhatatlan. Mondjuk, hogyha azt mondja Freud, hogy a bűn az egy elfojtott vágy, és ha felszabadítod, akkor nincs is bűn. Akkor ez teljesen ellentmond a Bibliának. Egy vagy keresztény lelki gondozó nem tudja használni. Nem tudja használni. De nagyon sok mindenben használhat a lélektan, amikor segít rálátni, hogy mi miért van. Mi mögött még mi van. Tehát azt már látom, hogy ez egy házasságtörés, de vajon miért történt ez a házasságtörés? Hogy segíteni abban, hogy lehet ebből kijönni. Hogy lehet bűnbánatra jutni, hogy lehet újrakezdeni, és így tovább. Amíg így van, hogy a Szentírás mondja meg, hogy mi micsoda, és a lélektan azt abban segít, hogy mi miért történik, mi miért van, akkor abból lehet biblikus lelki gondozás. Ez, amit mondasz, itt teljesen egyértelmű, hogy valami, nem tudom minek a nevében, valami modern lélektani irányzat nevében fölülírják azt, amit a Biblia mond. Hát ez teljesen abszurd, amit Tamás mondtál példaként, hogyha ez tényleg így előfordult, én is csak csatlakozom Lacinak a véleményéhez. Ugye a pasztorál pszichológia most nagyon népszerű, egy hívó szó ezen a területen, és szoktam mondani a főiskolán a hallgatóknak, hogy ez nem pszichológia alapvetően, hanem pasztoráció, ami a pszichológiát használja, és nem egy pszichológia, ami a pasztorációt használja, értitek? Az útbejárás nem mindegy, hogy melyik előzi meg melyiket. És én azt gondolom, hogy ez a lényeg itt a lelki gondozás tekintetében. Most használhatunk mindenféle idegen szavakat, hogy poimenika, pasztorációlógia, vagy csak a lelki gondozás, mindegy. A lényeg mindig ugyanaz. A Szentírásból indulunk ki. Ha van G-norm értéke a hitünknek, akkor ez az. És minden egyéb tevékenység a prédikálástól a lelkészkedésen át a misszióig erre épül, ennek a bázisára. Amikor ez nincs meg, akkor jönnek szerintem ezek a nagyon elvadult megközelítések, amit te is említettél. De hát azért az teljesen abszurd, hogyha valaki a bűn rendezése helyett a bűn elkövetés legitimálására használja fel a lelki gondozást. Szerintem a lelki gondozást nem is szabad felhasználni semmire. Ez én véleményem szerint az csak annyi, hogy egy kontextust rakok az ember köré, és segítek neki eljutni a megoldásig. Na persze, ha egy olyan kontextus rakok köré, hogy az a megoldás, hogy te fogadd el, hogy te ezt elkövetted, és érezd jól magad, akkor ez hamis nyilván. De nem nekem kell lelki gondozóként ilyen tekintésszerben megmondani, hogy figyelj, bűn volt, amit csináltál, de a felmentéssel adhatom meg neki. Nem tudom, hogy ez így érthető, de hát, hogy a feladatom ott annyi, hogy egy biblikus kontextus építse ki körülötte, amiben ő eltalálja, megtalálja az utat a megoldásig. De ez az útkeresés, ez csak a bűnbánat lehet ilyen esetben szerintem. Minden más hamisnak érzek, mert a Szentírás tanításával ellenkezik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ide szántátok az időtöket, és végre ilyen kínos és kellemetlen témákat is azt hiszem kibeszéltünk 2 órában. Úgyhogy köszönöm nektek még egyszer. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy beszélhettünk, jó volt. Köszönöm.